Szeretettel köszöntök mindenkit, mindenkinek boldog új évet. A mai nap különleges, mert a mai napon van az Atomcsillag sorozat 150. előadása. Köszönjük! És mi készültünk, és van egy nagyon jó előadónk, aki az egyik legaktívabb ennek a sorozatnak az előadásai között, és őneki szeretnénk átadni egy oklevelet. Pillanat, csak nagyon becsomagoltuk. Fogad tőlünk szeretettel. A másik felén azért felolvasnád, vagy megmutatnád a kamerának, hogy mindenki lássa. Ez a szokásos logónk, hát egy picit bonyolultabb, mint egy átlagos logó. Ez pedig egy szöveg, amit majd ki fogunk rakni a honlapra. Tulajdonképpen Dávid Gyulának a 14 eddigi előadásának a címe, időpontja van felsorolva. Ő volt az eddigi legaktívabb előadónk, úgyhogy gratulálunk, Gyula, és fogad tőlünk még szeretettel ezt a kis borocskát, hogyha már unatkozol, akkor tudjál, mit... Most megiszom, akkor beleírtam, de kihúzta. Úgyhogy én most nem húznám az időt, és átadnám a szót akkor Gyulának, hogy tartsa meg a 14. előadását, és egyben az Atomcsillag 150. előadását. Köszönöm. Hallatszik? Nem tudom, mert ott hátul. Tepiék, megy a hang? Jó, oké. Tisztelt hallgatóság, közönség, én is üdvözlök mindenkit, boldog új évet kívánok. Nem tudom azt mondani, hogy boldog új fényévet, mert a fény nemzetközi éve az előző év volt. És talán emlékeznek arra, hogy az egész őszi fél évünk minden előadása a fényhez kapcsolódott, arról szólt valahogy. Hát ez az előadás is a fényről szól, pedig már 21 napja véget ért a fény éve. De ugye azt tudni kell, hogy az univerzumból érkező fény az véges sebességgel jön, és hogyha a 21 fénynapnál távolabbról indult, akkor most ér ide pont. Sőt, majd látni fogják, hogy még szeptemberben is lesz, ebben a fél évben is még lesz néhány csillagászathoz, fényhez kapcsolódás, és még szeptemberben is lesz, hát azok nyilván még messzebbről, több fényhónapról érkező fények lesznek. Hát szaladjunk itt akkor gyorsan, ugye a kezdetben van a sötét űr, és úgy benépesedett mindenféle világító dolgokkal. És erről kéne nekünk beszélni, hogy mi a... Hoppá, csillagok is vannak ott. Ugye ez itt a 150. előadás, mindenki tudja, hogy a fizika mindenki, és a fény nemzetközi éve is megvolt. Hát akkor kezdetben volt a sötétség, és legyen világosság, lett világosság, és hát ezt a világosságot tipikusan fénynek hívjuk. Az, hogy mi a fény, arról már itt sokat beszéltünk, tehát nem akarom részletezni az, hogy mi az, hogy elektromágneses sugárzás, egyébek. Itt most arról lesz szó, hogy a csillagászatban a fény milyen szerepet játszik, nyilván nagy szerepet, és hogy milyen fizikai tulajdonságait vizsgálgatjuk, és azok milyen információkat hoznak. Ezt én eredetileg el akartam mondani egy alkalommal. És kiderült, hogy 2 órába se férne bele, ezért az előadást 2-be bontottuk, és kicsit magasabb frekvenciával kell beszélni, mint szoktam, hogy a fele beleférjen a mai előadásba. Tehát... A második az szeptember 15-én lesz, tehát ha valakit érdekel ennek a folytatása, a fény további tulajdonsága és annak a csillagászatban való megjelenés, akkor majd az ősszel folytatjuk. Nem ma lesz. Hát mindesetre azt tudni kell, hogy az univerzumból hozzánk érkező információ túlnyomó többségét fény, azaz elektromágneses hullámok hozzák. Ezen kívül van még egy pár dolog, hát például meteoritok, amik leesnek a Földre, ez itt egy meteorit kráter, amit a Arizonában találtak, ez egy szép nagy égből hullott kődarab, ez pedig, hogy teljesen aktuális legyen, a január 15-én Budapest fölött elhúzott tűzgömbnek a felvétele, szóval most is potyognak az űrből információ hordozó anyagdarabok.
Hát aztán jön a kozmikus sugárzás, nem tudom mennyire látszik, itt az űrből beérkező proton egy atommagnak nekiütközik, szaszét, szórja az energiáját további részecskéknek is, azok végül több négyzetkilométert beterítenek oda lenne a Földre, ezt hívják kiterjedt légizápornak. Ez is a kozmoszból érkező információ. Hát aztán van holdkőzet, ahhoz persze oda kellett menni. Ez volt az Apollo 17 űrhajósa a teremtés kövének nevezett nagy szikla tövében, és ilyen kődarabokat hoztak, ez egy csiszolat a holdkőzetből. Hát aztán van üstökösport. Üstökösport kétféle módon lehet szerezni, fölmegy a repülőgép, és addig cirkál a Föld légkörében, amíg a begyűjtött porról ki nem derítik, hogy az valamelyik üstökösből származik, vagy pedig elmegy egy űrszonda az üstököshöz, kitesz valami kilt, amiben beletapad néhány porszemcső, aztán visszahozza a Földre. Ez volt az első szonda, ami pont 10 éve visszahozott üstökösporttal egy üstökösről a Földre. És vannak neutrinok. Ez a nagy neutrino detektor, amelynek a vezetője a 2015-ös Nobel-díjat megkapta a neutrinok tulajdonságiról. Neutrinok is messziről az űrből jönnek, hozzák a kozmikus információt. És hát ugye vannak gravitációs hullámok, majdnem bejelentették ma, hogy vannak, de szerintem 1-2 hónapon belül be fogják jelenteni. Mindenki tudja, hogy vannak, hát 100 éve Einstein meg egyebek kiszámolták, és mindenki tudja, csak pontosan ki kell őket mérni detektorokkal. Ilyen csodálatos ábrákat szoktak róluk rajzolgatni, hogy két égitest kering egymás körül, és úgy jól meggyűrik maguk körül a téridőt. Ez a nagy földi detektorok egyike, a LIGO detektor, hosszú üres csövekben szaladgálnak oda-vissza a lézersugarak, és várják, hogy a gravitációs hullámok meggyűrjék a téridőt. Hát nem sokára, majd lesz erről is előadás, amikor ténylegesen bejelentik, hogy megtalálták a gravitációs hullámokat. Szóval ezek jönnek az űrből, de ezen felül a legtöbb dolog az fény. Ez volt, ami nem fény. Hát akkor ugye mi érkezik meg a Földre? Az elektromágneses spektrumra az ember tudja, szokták mutatni ezt, hogy a legrövidebbektől a leghosszabb hullámokig mindenféle elektromágneses hullám előfordul, legrövidebbeket gammasugárzásnak, aztán röntgen, ultraibolya látható, infravörös, mikrohullám, stb. Rádióhullámok hívják. Felhívom a figyelmet, hogy a skála logaritmikus, tehát itt mindig odé megyünk, akkor 10-szereződnek a hullámhosszak. A furcsa itt a Földön az, hogy a légkör ezeknek a nagy részét nem engedi be. De van egy ilyen csodálatos ábra, hogy lerajzolták, hogyha az űrből érkezik mindenféle sugárzás, akkor a légkörön át meddig tud lejutni. Erre megint itt a hullámhossz változik, és ha itt vannak a legrövidebbek, hát azok valahol elnyelődnek a légkörbe, van, ami már magasabban elnyelődik. Van egy ilyen nagyon keskeny ablak, ez a látható sugárzás, az megérkezik a Földre. Hát pont azért látható, mert ez bejön, és itt a felszínen is tapasztalhatjuk. Aztán idébb valahol van itt egy rádióablak, ahol a rádiósugárzás bizonyos hullámhossz tartománya megérkezik a Földre, és azon kívül a légkör átlátszatlan. Hát nyilván a élőlényeknek a szeme az ahhoz a sugárzáshoz alkalmazkodott, ami megjön az űrből. Nekünk éppen nem rádió szemünk van, mert azzal nem lehetne olyan jól részletesen tájékozódni. Tehát ez a két ablak. Hogyha kicsit részletesebben lerajzoljuk ezt a légkör átlátszóságát, itt megint itt látszuk a látható sugárzás megfelelő színekkel ábrázolva, és vannak ilyen kisebb minimumok, ahol hát azért majdnem megérkezik a sugárzás, és itt a rádióablak. Hát ide telepítették a rádiótávcsöveket, miután az optikai távcsövekkel már néztek eleget az űrt, tehát ilyen rádiótávcsövek ebben a tartományban működnek, neki láttam már, hogy néznek ki, és érdekes, hogy van egy milliméteres ablak valahol ez. Hát láthatóan ez nem jön le a Földre. Mit kell csinálni? Föl kell menni magasra. A légkörben a vízgőz, ami elnyeli ennek a sugárzásnak a jelentős részét, és ezért ravasz módon magas hegyekre, ahol már a légkörben már alig van vízpára, oda telepítettek detektorokat. Erről egy külön előadás lesz nem sokára. Csillagban épült ez az ALMA teleszkóp rendszer, és erről fog a Magyar ALMA együttműködésnek a vezetője, Kospár Ágnes, egy külön előadást tartani itt néhány hét múlva. Mindenkinek ajánlom, hogy akit a csillagok és a onnan érkező sugárzás érdekel, és hogy mit lehet ebből megtudni a csillagokról, ezt az előadást is hallgassa meg.
Korábban ugye szinte kizárólag a látható fényt vizsgálták, aztán a 30-as években jöttek rá, hogy megérkezik a rádiósugárzás, és az űrből akkor már voltak rádióvevők, és azoknak a sercegésérők kiderült, hogy nem csak zaj, hanem külső információt is hoz. Tehát a látható távcsövek, ez egy régi hatalmas távcső, nem tudom mennyire látszik, itt valahol van mellett egy pici ember, egyik legnagyobb régi távcső volt, aztán egyszer csak megnyílt a rádióablak, és építettek óriási rádiótávcsöveket. Ez bizonyára a James Bond filmekből is mindenki ismeri, ez egy kráterbe van beépítve, tehát nem lehet mozgatni, föld forog, és ezért különböző helyekre néz az űrbe, tehát egy ilyen óriási távcső Puerto Rico-ba. Ilyen csodás felvételeket készítenek a rádiótartományba. Ugye a rádióhullámok nem színesek, ezeket mesterségesen színezik, de nagyon dekoratívak tudnak lenni. Ezek gázfelők, amik rádióhullámokat bocsátanak ki, tehát ez egy távoli rádiógalaxis. És aztán a 60-as évektől megindult a csillagászatnak egy új ága, a légkörön túli csillagászat. Fölküldtek olyan műholdakat, amelyek specializálva voltak különböző hullámhoz tartományokra. Mindjárt látszik majd, hogy a mindegyik hullámhozhoz nagyon másfajta műszert kell fölküldeni. Egy-egy műholdra felszereltek bizonyos speciális kamerarendszert. Hát ezt a szemmel többen látták, ez a mikrohullámú sugárzást észlelő COBI nevű műhold, amely felfedezte, kimérte a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzásnak a részleteit, ezért a felfedezésért is Nobel-díjat kaptak ennek a műszernek a tervezői. Ez az infravörös teleszkóp, pontosabban ez nem az IRIS, hanem ez a Herschel nevű, ezt elfejtettem átírni, Herschel nevű infravörös teleszkóp. Ez pedig egy ultraibolya teleszkóp. Látszik, hogy másképp kell ezeket kalibrálni, másfélék, és talán az is látszik, hogy mindegyik be van csomagolva a lufóliába. Ez a hűtés kedvéért, vagy hogy ne sugározza annyira ki a hőjét. Aztán ez egy érdekes röntgen teleszkóp, és ez pedig a röntgenben felvett égbolt. Ezek itt a tejútrendszer síkjában levő mindenféle röntgenforrások, és azon kívül is vannak furcsa és nagyon erős röntgen sugárzó objektumok. Ez pedig egy gamma sugárzást mérő műhold, ott pedig a gamma égbolt látható. És hát persze azért a légkörön túl mindenki ismeri a Hubble űrteleszkópot, amely látható fényben készít csodálatos felvételeket, ilyesmiket, amiket szoktak közölni. Hát tehát most már ez a légkörön túli csillagászat már versenyképes, sőt időnként a sok hullámoszon meg is haladta a földi csillagászatot, és az az érdekesség, hogy hát jó, van néhány olyan fényes objektum, amely különböző hullámoszakon is látható, de általában nagyon különböznek, tehát más látunk az egyik vagy a másik tartományban, tehát más lesz a mikrohullámon, meg a rádió, meg az infravörös, meg az ultraibolya, meg a röntgen, meg a gamma, és a látható égbolt. Mint hogyha teljesen különböző dolgokat fényképeznek ezek a műszerek, és a csillagászoknak sokat kell dolgozni azon, hogy bizonyos objektumokat azonosítsanak egymással, hogy ez a láthatóban nagyon halvány kis izér röntgenben rettentően fényes, és vajon miféle fizikai mechanizmus kelti ezt a sugárzást. Hát akkor nézzük meg, hogy milyen információt is hoz a fény. Mostantól kezdve fényen mindig azt kell érteni, hogy tetszőleges hullámhosszú elektromágneses sugárzás, hiszen ha fölmegyünk a légkör fölé, akkor nem számít, hogy a légkörnek milyen ablakai vannak, akármilyen hullámhoz tudunk detektálni, és ezek mind hozhatnak információt, tehát ez akármilyen elektromágneses sugárzás. Hát egyrészt hozhat közvetlen információt, megvizsgáljuk ennek a beérkező sugárzásnak a fizikai tulajdonságait, mindjárt felsorolom, hogy mit lehet rajtuk mérni. Közvetett információ pedig arról szól, hogy ki küldte a sugárzást, és milyen volt, milyen fizikai tulajdonságai vannak annak az objektumnak, amely kibocsátotta a sugárzást. És persze van egy alapvető feltevésünk, amit a fizikából tudunk, hogy a fény egyenes vonalban terjed. Tehát, hogy onnan érkezik a sugárzás, az ember arra gondol, hogy arra van egy objektum, ahonnan érkezik. És akkor ennek a sugárzásnak a tulajdonságai arra jellemzik, hogy ott van egy izé, és hát azt próbálom kitalálni. Nagyon ravasz a dolog, amikor nem ott van. Aki már eltévedt a tükörű útvesztőbe, az tudja, hogy arra látok egy kijáratot, és közben az errefelé volt, mert a fény közben bekanyarodott, vagy visszaverődött. Hát az égen is időnként előfordulnak ilyenek. Amíg jobb nincs, addig az ember arra gondol, hogy egyenesen jött a fény, majd itt az előadás vége felé mutatott példákat, amikor nem egyenesen jön a fény,
ravasz módon a fizikusok ilyenkor nem mérgelődnek, hanem ezt az információt is kihasználják, és ebből még több érdekes dologra lehet következtetni. Alkalmazzák, persze, majd mutatom, hogy milyen fényképek készülnek az eltérített fény segítségével. Tehát a másik információ pedig, hogy merre járt útközben. A kibocsátótól, amíg a Földig megérkezik a fény, addig átment például egy gázfelhőn, vagy elment egy galaxis mellett, módosult, elnyerődött, szóródott, stb. És ha elég ügyesek vagyunk, akkor erre is következtetni tudunk, tehát nem csak a kibocsátóra, hanem a közbenső objektumunkra. A köznapi életben, amikor mikroszkópon átvilágítanak valamit, ott pontosan az történik, hogy nem a kibocsátó lámpát vizsgáljuk, hanem amit közbetettünk, azt nézzük meg, hogy módosította a sugárzásnak a tulajdonságait. Itt is előfordulhat ilyesmi a csillagászatban is. Hát mik is a sugárzásnak a mérhető tulajdonságai? Egyrészt az iránya. Hát, hogy mondtam, ahonnan jön, azt kell megvizsgálni. Sok felől jön. Ha elég pontosan meg tudjuk mérni, hogy merre van, akkor ebből sok információt tudunk szerezni. Másik a fényerősség. Mindenki tapasztalta, hogy vannak fényesebb csillagok, meg halványabb csillagok. Budapesten csak a néhány legfényesebb csillagot lehet látni, mert a többit elnyomja a fényszennyezés. Minden esetre abban is sok információ van, hogy milyen erős sugárzás érkezik egy-egy objektumról. A spektrum az nagyon sok információt tartalmaz, mit is jelent. A sugárzás az különböző frekvenciájú hullámoknak a keveréke. Ha megfelelő műszerekkel ezt szétválasztjuk különböző frekvenciájú komponensekre, megnézzük ezeknek a relatív arányát, akkor milyen típusú sugárzás hiányzik belőle, melyik erős, stb. Ebből sok mindenre tudunk következtetni. Van még egy tulajdonsága, a polarizáció. Tudjuk, hogy a fény az transzverzális hullám, tehát hogyha errefele terjed, akkor ezeket így is, ezeket úgy is, ezeket amúgy, sőt, körkörösen is. Ez is egy érdekes tulajdonság. Na most az iránynak egy ilyen altulajdonság az, hogyha nagyobb objektum van, akkor ugye nem egy irányból jön, hanem egy kiterjedt, mondjuk a Jupiternek a különböző pontjaiból érkezik, vagy a Szaturnuszról, vagy egy gázfelhőről, akkor az alakot rekonstruálni tudjuk a különböző pontokból beérkező fények irányának a pontos mérésével, tehát a nagyobb objektumoknak az alakját is meg tudjuk állapítani. Vigyázat, a csillagok azok olyan messze vannak, hogy pontszerűek, még a legnagyobb távcsövekkel se tudom látni a korongot, vagy mekkora. Az mindig pontszerű. Amikor egy kis fénykört látok a fényfotolemezen, az a távcsőnek az optikai tulajdonsága. Tehát a csillagokat nem tudjuk felbontani, vagy közeli objektumok, bolygók kellenek ahhoz, hogy alakot lássunk, vagy pedig nagyobb távoli, ezek ilyen gázfelhők, galaxisok, stb., akkor az alakjukat is meg tudjuk vizsgálni. A spektrumhoz tartozik a spektrum változása, a Doppler eltolódás. Hogyha tudjuk valahonnan, hogy az objektum az milyen sugárzás bocsátott eredetileg, és nem olyan hullámoszon érkezett meg, akkor ebből tudunk következtetni a mozgására. Ez egy nagyon fontos tulajdonság, tehát a spektrumból mellékesen is kell eldelíteni. Ezekből a tulajdonságokból sok minden következik. Az irány információk feldolgozásával foglalkozunk, hogy egy pozíciós csillagászat, amelyről most itt sok szó lesz majd, amely azt nézi, hogy milyen objektumok vannak az égen, hol vannak, és ott hogy helyezkednek el, és hogy mozognak. A intenzitás különböző csillagoknak a fényességére már a görögök is gondoltak, és elnevezték őket elsőrendű, másodrendű, stb. Csillagoknak. Később, amikor már objektív eszközökkel lehetett mérni a fényességet, akkor beállították a skálát úgy, hogy most is tudjuk mondani, hogy elsőrendű, stb. Milyen fényrendű csillagok. És hát persze távcsövekkel olyat is lehet látni, hogy ők nem 6-ig számozták, most már 19. rendűeket is meg tudjuk nézegetni a távcsövekkel. A spektrumból tudunk következtetni az anyagi összetételre. Ez egy nagy felfedezése volt a 19. századi fizikának, hogy a különböző anyagok által kibocsátott sugárzás jellemző az anyagi minőségre, tehát hogyha a sugárzást megvizsgáljuk, akkor távolról lehet következtetni arra, hogy mi van ottan. Az 1800-as évek közepén egy filozófus azt mondta, asztrofizika nevű tudományág definíció szerint nem létezhet, mert a csillagokhoz nem lehet oda menni és megfogdosni, meg megkalapálni őket, hogy a fizikusok szokták csinálni.
Érdekes módon akkor már létezett a színkép elemzés, csak a filozófusok lassan szokták felfogni a tudományos felfedezéseket. Tehát minden esetre a spektrumból nagyon sok információt lehet, és a Doppler effektusból pedig a mozgásokat. A polarizáció is nagyon sok információt hordoz, de ezzel én most nem foglalkozom. Ugyanis Horváth Gábornak volt egy előadása, sőt kettő is az Atomcsillben, ami a poláros fénynek a különböző tulajdonságaival, ennek az alkalmazásaival, biológiai alkalmazásaival is foglalkozott. Tessék megnézni a felvételeken, és ott akkor a fény polarizációról rengeteg érdekes információt lehet látni. Másrészt a kísérletekben is sokszor szerepelt már a fény polarizáció, tehát az külön érdekes buli, itt most nem nagyon lesz róla szó. És mindezen információkat, amiket a sugárzás hoz, ezeket nem csak egyszer kell megvizsgálni, nem többször egymást, meg kell vizsgálni ezeknek az időbeli változását, és ezt újabb információt tud adni az égről. Hát nézzük, hogy mit is jelent a pozíciós csillagászat. Hát mindenki látja, hogy a csillagok pontok, fix, elkülönült fénypontok. Nem nagy foltok vannak, ilyen szétkent maszatok, hanem különálló kis fénypöttyök vannak az égen. Hát ezt már nyilván az ősember is tudta. Tehát ezzel a mostanában már nem nagyon látunk csillagot itt a szennyezett égen, de elődeink akkor még nem a tévét nézték, és nem neonlámpákkal világítottak, hanem esténként látták a csillagokat. Tehát ez egy régi tapasztalat az emberiségnek, hogy elkülönült fénypontok vannak, és egy primer tapasztalat az, hogy az égbolt állandó. Tehát a csillagoknak az egymáshoz képesti elhelyezkedése az fix. Innen is származik az álló csillagok elnevezés. Természetesen hát nem állnak, hanem mennek körbe a Föld körül, mint azt mindenki tapasztalja. Mi most már elegánsabban másképp mondjuk, hogy a Föld forog, de hát mindenki azt látja, hogy a csillagok mennek körülötte. Hogyha ezt levonjuk, ezt a napi körpályát, vagy körbejárnak a Föld körül, akkor látjuk, hogy a maradék az annyi, hogy egymáshoz képest állnak, és egész együtt megy. Ezt úgy tudják elképzelni legegyszerűbben, mint hogyha a Föld körül lenne egy nagy gömb, az ég kristályszférája, és arra lennének ráragasztva a csillagok. Különböző kultúrák másképp képzelték, hogy ők ilyen kis világító lámpások ezen a gömbön, vagy pedig lukak, hogy a mögötte levő mennyei fényesség átjön az égen levő lukakon. És akkor ezek a lukak, lámpácskák, ezek fixen oda vannak rögzítve ehhez a gömbhöz, és ez a gömb forog a Föld körül. Ez az elsődleges tapasztalatunk. Persze ezt meg kéne magyarázni, hogy miért forog ez a gömb, vagy mi miért forgunk hozzá. Ez a tudománynak egy fontos kérdése volt, és sokat foglalkoztak vele. Na most ehhez képest még van néhány ilyen bolygó vagy bolyongó objektum, mindenféle nyelven a bolygó azt jelenti, hogy egy kószál, kóriszál, szanaszét bolyong, tehát nem egy helyben van a csillagokhoz képest, hol itt van, hol ott van, és ráadásul furcsa mozgás végez, hol előre megy, hol hátrafele megy. A Jupiter éppen mostanában fordult meg, eddig errefele ment, aztán elindul hátrafele, akkor néhány hónapig hátra megy, ilyen érdekességeket csinál, és hát ezt mindenféle isteni vagy egyéb technikákkal próbálták kimagyarázni eleink, akik egyáltalán ezt rögzíteni tudták ezeket a tulajdonságokat. És hát időnként vannak olyan alkalmi csodák, amik nem férnek bele ebbe a sémába, se az álló csillagok, se a bolygó csillagok közé, üstökösök, azok ugye vendégek, akik megérkeztek, egy ideig itt járnak körülöttük, aztán megint elhúznak, szóval ezeket nem tudták besorolni ebbe a sémába. Hát hogy is tájékozódik az ember az égen? Szögmérése. Pontosan azért, mert úgy képzeljük az eget, hogy egy nagy gömb körülöttünk, azon nem tudunk oda menni, hogy a méterudunkkal megmérjük, hogy milyen messze vannak egymástól a csillagok, hanem a szögeket. Ugye itt innen a szemembe beérkező, egyik csillagból, másik csillagból beérkező fénysugárnak a szögeit kell mérni, tehát alaposan ismerni kell a szögmérés és a trigonometria és a szögek összefüggéseinek a mindenféle fortéját. Már a görögök, ugye mindig azt szokták mondani, hogy a görögök nem ismerték a trigonometriát, de utólag kiderítették, hogy hát bizonyos összefüggéseket, amiket ma már besorolnánk a trigonometriába, ők is ismerték. Színuszuk ugyan nem volt, de valami más, ami majdnem egyenértékű azzal, olyan függvényekkel dolgoztak és számolgattak, persze csak a legrafináltabb görög csillagászok. Tehát a szögmérés az alapvető, de persze hát mihez képest? Amikor az ember a kockás papíron háromszögeket rajzol, akkor a behúzott vonalhoz képest méricskéri a szögeket, de az égen ilyen behúzott vonalak nincsenek. Tehát egy külön probléma, hogy is vegyük fel azt a koordinátorrendszert, amihez képest tájékozódni kell, egyiknek meg a másiknak a szögét valahogy viszonyítani kell. Mindenesetre már az ókorban az állandó objektumoknak nevet adtak,
sőt a bolygóobjektumoknak, ugye nyilván azokat istenekről nevezték el, és a fix csillagoknak is megvoltak a nevei, föl lehetett ismerni a legfényesebbeket, meg a körülötte a szolgákat, stb. Szóval minden kultúra elnevezgette ezeket a csillagokat, és a precízebb kultúrák nem csak elnevezték, hanem listát is írtak róluk, tehát megszülettek az első csillagkatalógusok már az ókorban, persze csak a legfényesebbeket tudták figyelembe venni, és az alap probléma az volt, hogy írja le a koordinátát, hogy hol is van a csillag, hát kicsit sréhen balra a másiktól. Szóval jól lenne valami objektív és pontos számszerű leírás, ezen már a görögök is dolgoztak. A bolygók mozgását sokáig figyelték, és ebben a látszólagos káoszban rendet találtak. Ez nagyon nagy szellemi teljesítmény volt, műszerek nélkül, pontos számszerű adatok nélkül, csak ilyen, hát egy kicsit odébb ment, meg visszament, meg a piramis fölött balra, szóval valami ilyen típusú tájékozódással elég nehezen lehetett az alapinformációt összeszedni, de hál' Istennek volt idejük, mert az ókor elég sokáig tartott, és ez alatt megtalálták benne a rendszert, és végül modelleket alkottak, neki hallott már az ókori kristályszférákról, epiciklusokról, stb. Ezek egy tudományos rendszerre álltak össze, amivel például előre lehetett jelezni fogyatkozásokat, bolygók együttállását, fedéseket, stb. Tehát úgy működött, mint a mostani tudomány. A tapasztalatból leszűrt modell alapján előrejelzéseket teszek, és megnézem, hogy beválik-e, és általában beváltak. Ijeszgetni most is lehet az embereket mindenféle napfogyatkozással, meg egyebekkel, meg üstökösökkel nem lehet előrejelezni esetre. No szóval, nézzük meg, hogy hogy is lehet tájékozni, tehát szögmérés, de mihez képest? Hát föl kell venni égi koordinátarendszert. Hát mihez képest? Tipikusan azt csinál, az ember fölveszünk valamiféle alapsíkot, alapköröket, és ezekhez képest mérünk szögeket. Hát ezt többféleképpen lehet megcsinálni, itt a Föld, és az egyik alapkoordinátorrendszer, legegyszerűbb, kimegyek a mezőre, és megnézem, mi fölén borul az égbolt. Itt oldalt lerajzoltam, ott vagyok én a mező közepén. Fölnézek, hát fölöttem, ami fölöttem van, azt hívom zenitnek, és akkor azt látom, hogy így megy ilyen íven körbe körülöttem a nap. Na most, hogyha valahonnan tudom, hogy a Föld gömbölyű, görögök tudták, csak később felejtették el, akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk itt állok Közép-Európába, akkor oda teszek egy érintő síkot a gömbhöz, és az, ami itt az alapsík, amin állok, az tulajdonképpen ez a sík, és a zenit, az pedig erre a merőlegesen meghúzott vonal. Tehát az én zenitem az itt errefele van, hogyha a Föld középpontjából hozzám húzott egyenest meghosszabbítom, az megy itt fölfelé. Ez az egyik koordinátorrendszer, és ehhez képest lehet szögeket mérni, ehhez a síkhoz, meg ehhez a függőleges egyeneshez képest, meg persze mondjuk itt még a síkon kiválasztom mondjuk a déli vonalat, és attól mérem jobbra-balra, ehhez hasonló, hát a térképeken ilyen koordinátorrendszert szoktunk használni. Ez az egyik lehetőség. Ezt hívták földi horizontális koordinátorrendszer, mert ebben nézzük az eget. A másik pedig, az viszont a földgömbhöz illeszkedik. Földgömbnek tudjuk, hogy van egy tengelye, és arra merőleges sík, ott a végén ott mosolyog a sarkcsillag, és akkor arra merőleges síkban van itt az egyenlítő, ezt a síkot így meghosszabbítom, kapok egy ilyen síkot, ezt hívjuk az egyenlítő síkjának, és ez egy újabb koordinátorrendszert jelent. Na most, ha ezt nézem, akkor ebben a csillagok napi mozgását egyszerűen le lehet írni, mert így köröznek. Tehát, hogyha beállnék így a piros tenger irányába, akkor a csillagok szépen mennek körbe-körbe. Ebben a rendszerben jól le lehet írni a csillagok mozgását. De van még valami, ami viszont kilóg ebből a sémából, az pedig a nap. Tehát illesszük a Földnek a pályasíkjához, errefele van a nap, az arányok kicsit torzítottak, ugye a nap valamilyen nagyobb és jóval messzebb van. Minden esetre a Föld egy ellipszisen kering, majdnem körpályán kering itt a nap körül, és ehhez is lehet illeszteni egy síkot, és ez a Föld pályasíkja, és hogyha erre merőlegest állítunk, akkor ez egy újabb vonalat jelent. Tehát most a három különböző színnel, három különböző koordinátorrendszert jelöltem, és mindegyikhez képest lehet méricskélni a szögeket. Aki eljön az egyetemre, és beiratkozik csillagásznak, egy fél éven át ezt fogja tanulni, és átszámításokat egyik koordinátorrendszerben másikba.
Mindjárt mutatok néhány átszámítást. Nem akarok senkit lebeszélni arról, hogy csillagász legyen, de én is végigcsináltam ezt annak idején, és nem lettem csillagász, de sok ilyet számolgattam. Van még koordinátarendszer, ami nem fért rá, mert a galaxishoz is lehet illeszteni koordinátarendszer, de az már ide nem fért rá az ábrára. Tehát ebben az utolsó rendszerben a napnak az éves mozgását egyszerű leírni. Hát itt most olyan ábrák jönnek, amiket a netről szedtem le. Ugye mindenhol vannak csillagászati tanfolyamok, ahol megpróbálják az embereknek elmagyarázni különböző míves vagy kevésbé míves ábrák segítségével ezeket a koordinátarendszereket. Hogy is kell azokat a szögeket mérni, mit is jelent az egyik szög meg a másik, és ott is megint lehet látni az emberkét, aki áll a koordinátarendszer közepén. Én így rajzoltam magamat, ez meg így áll, ez egy másik emberke. Na minden esetre talán lehet látni ezt a kétféle síkot. Az egyik az egyenlítőnek a síkja, a másik pedig a föld pályának a síkja, csak most itt az éggömbre vetítették, hogy ezen a rajzon az ember úgy képzeli, mintha a nap ezen a körön menne itt az éggömbön körbe a föld körül. Fölhívom a figyelmet arra a pontra, hogy ez a két sík metszi egymást, a két kör metszi egymást, ez egy nevezetes pont, ott halad át a nap a tavasszal és ősszel. Tehát abban, amikor azt mondják, hogy március 21-én délután 2 óra 5 perckor kezdődik a tavasz, nem azt jelenti, hogy akkor marha meleg lesz, hanem azt jelenti, hogy a nap akkor átmegy ezen a ponton, és azt hívjuk tavaszpontnak. Az ellenkező irányú metszéspontot hívják őszpontnak. Ez tudománytörténetileg nagyon nevezetesek ezek a pontok. Ott, ha az ember arra néz az égen, ott nincs semmi. Tehát ezeknek a kiszámításához már fejlett csillagászat kellett. Rá kellett jönni az ókoriaknak ezekre az ábrákra, ha nem is netről vették, de ők maguk rajzolgattak ilyen típusú ábrákat, kiszámolgatták, hogy merre is vannak ezek a pontok az égen, és aztán arra is rájöttek, hogy ezek a pontok nem mindig ugyanott vannak, ez egy külön történet. Hát itt mutatok még néhány ilyen csodás ábrát, és hogyha ezek között az átszámításokat meg akarja tanulni az ember, akkor a gömbháromszögtan nevű csodálatos matematikai tudományhoz kell folyamodni, ilyen ábrákat kap, és akkor itt van néhány érdekes képlet, amiket föl lehet használni. Ezt ugye az ember nyesi vágja a fejből, és ezeknek a segítségével át tudja számítani egyik koordinátát a másikra. Amikor például olyasmit akarnak kiszámolni a csillagászok, hogy az év adott napján mikor kell a nap, és pontosan hol kell. Hogyha az ember itt kinéz az 5. emeletről, akkor időnként sötét van, időnként látom lemenni a napot, időnként nem, mert ide építettek elénk egy nagy házat, de a téli napokban annyira délen van a nap, hogy a ház mellett van, a nyári napokban meg a háznak a másik oldalán tavasszal éppen eltakarja a ház. Tehát a nap mindig máshol megy le, hogy hol megy le, annak a kiszámításához pontosan ilyen egyik koordinátarendszerrel a másikra való átszámogatások kellenek ezekkel a és még bonyolultabb képletekkel. Van még itt néhány ábrácska az átszámítgatásra. Próbálnak két-három koordinátorrendszert is egymásra rajzolni különböző színekkel. Ez pedig egy amerikai dolgozat példából vett, netre föltett förmedvény. A diák megpróbálta maga is rekonstruálni ezeket az ábrákat, és ennek alapján kiszámítani a szögeket. Na most az az izgalmas, hogy ezek a koordinátorrendszerek nem fixek. Egymáshoz képest mozognak. Ez újdonság volt, és sokáig kellett őket figyelni. Lassan mozognak. Hát az, hogy a Föld 24 órát körbefordul, azt mindenki látja, de ha ezt levettük, akkor a maradék koordinátorrendszereket nézegetjük. Kiderül, hogy ezek az adatok időben változnak. A régi görögök ezt tudták, sokáig gyűjtötték az adatokat, megfigyelték, és hát elég sok türelem kellett hozzá. Ptolemaiosz a neves csillagász, aki a Krisztus utáni százas években, tehát kb. 150 körül írta a nagy művét, ő jóváhagyólag említette a 300 évvel korábban élt másik görögnek, Hipparchosznak a számításait, mert hogy az azóta 300 éven át folytatott megfigyelés
emberek igazolták Hipparchosnak a számításait, aki azt mondta, hogy ez a bizonyos tavaszpont, ahol ez a kétféle koordinátorrendszernek a vonalai metszik egymást, és ott nincs semmi az égen, csak egy nagy sötét pötty, viszont így ki lehet számolni, hol van, ez időnként szép lassan odébb mászik. És Hipparchosnak a számításai nyilván még korábbi több száz éves megfigyeléseken alapultak, mert ő meg tudta mondani, hogy 100 év alatt mennyit ment odébb, és akkor a következő 300 évben ezt igazolták. Tehát akkor már ilyen sokáig tartó megfigyelési ciklusok folytak, és ezeket a tudósok feldolgozták. Amikor itt az embert piszkálgatják, hogy 3-4 havonta kell írni egy cikket és produkálni a tudományos eredményeket, akkor én mindig erre szoktam hivatkozni, hogy ott 300 év megfigyelése után írtak egy cikket, hogy rendben van, akkor most mit akarnak itt tőlünk? Hát aztán az ember lerajzolgatja, akkor ilyen rendkívül dekoratív ábrákat lehet produkálni, ahol a csillagképeket is oda teszik, hogy még bonyolultabb legyen. Mindesetre azt kell ebből megjegyezni, a tavaszpont az nem egy égitest. Az egy ilyen absztrakt pont, amit kiszámoltak, és a görögök ennek a mozgását, több száz éves mozgását már tudták követni. Itt ezen talán jól látszik, hogy itt metszi egymást ez a két pont, és hogy ha valahogy elmozdul itt a Földnek a tengely, akkor ez a metszés pont is vándorol az égen. Az első pontos méréseket, amiket már ma is pontosnak nevezhetünk, azt már az újkor elején hajtott. Végre ez a nagybajuszó ember Tycho de Brahe, a Holdon levő Tycho kráterről talán többen ismerik a nevét, és ő a Rudolf császárnak a kegyenceként kapott egy szigetet. És a szigetet arra használta, hogy oda épített egyrészt egy csodakastélyt magának, és berendezte csillagvizsgálónak. Mindenféle ilyen óriási műszereket épített, és itt a szögmérője. Ez a szögmérő az azonos a házzal. Talán lehet látni, úgy van megépítve a kőművesek, hogy ez egy pontos kör legyen, és pontos szögpercekre beosztani az egészet, hogyha a fal megfelelő pontjára odaáll, akkor le tudta olvasni, hogy a csillag hány fokos magasságban van, és ezzel több évtizeden keresztül nagyon pontos méréseket végzett, és ezt mind fölírta, persze annak idején nem a laptopjába írta be, hanem luttollal gyertyafényben gyűjtögette az óriási adathalmazt. Kepler volt az, aki tudta, hogy ez milyen nagy becsű adathalmaz, bejelentkezett Tychónak a munkatársaként, és amikor Tycho egy most itt nem részletezett módon meghalt, akkor Kepler megörökölte az ő adatait. Te tudod, hogyha igen. Tehát megörökölte az ő adatait, és azokat dolgozta föl. Például a Marsnak a mozgásáról, a Marsnak a különböző pozíciójáról nagyon sok adat volt, és Kepler ennek az adathalmaznak a sok éves vizsgálat alapján okoskodta ki a bolygó mozgás törvényeit. Azért tessék végig gondolni, hogy mit látunk. Ugye most mi már tudjuk, hogy a Föld kering egy ellipszispályán, a Mars egy másik ellipszispályán, ezek nincsenek is egy síkban, tehát az egyik így megy, a másik mondjuk így megy, nem egyforma szögsebességgel, és azért hol erre látják egymást, hol arra. És mit látunk az égen, ennek a vetületét? Nem tudjuk, hogy milyen messze van, csak az, hogy milyen irányba. És ezeket az irányokat írták föl éveken át, napról napra, hogy éppen hol van a Mars, és Tycho meg Kepler ennek az adathalmaznak az analízisével jött rá arra, hogy térben hogy mozog. Az is, ahonnan ő nézi, meg a másik objektum is mozog az égen. Tessék végig gondolni, hogy hogy lehetne hozzákezdeni egyáltalán ehhez a munkához. Hogy ez is mozog, az is mozog most. Mi a fix és mihez kell viszonyítani. Hatalmas tudományos teljesítmény volt, hogy ebből kibogarázta egyáltalán a pályát, és ennek a további nem számítógépes analízisével, hanem luttollal elvégzett komputálással kiokoskodta például azt a törvényt, amit Kepler második törvényének ismerünk, hogy az ellipszis pályán azonos idő alatt úgy mozognak a bolygók, hogy ezek a különböző színekkel besatírozott területek egyenlők. És ezt persze, hogy a leginkább a Marson végezte, és a többi bolygónál később ellenőrizte ezeket a törvényeket. Itt Keplernek a könyvéből néhány rajzot nemrég újból kinyomtattak. Tehát ezek kézzel készült rajzok voltak, és akkor újabb oldalakon át szintén luttollal kapirgálva a számítások.
óriási adathalmazok, és hát akkoriban az ember nem úgy csinálta, hogy beütötte a zsebszámológépbe a színuszt, és nem is úgy, hogy föllapozta a függvénytáblázatot. Őnekik maguknak kellett, most úgy mondanánk, hogy hosszú hatványsor kifejtésekkel előállítani mondjuk 5-6 tizedes pontossággal a szögeknek a színuszát, hogy utána felhasználhassák. Tehát mindent magának kellett a tudósnak elvégezni. Kepler például egyszer rááldozott egy évet, hogy jó szögfüggvénytáblázatot gyártson magának, és dolgozott másra. Tessék el képzelni, hogy ha középiskolai geometria órán feladnák azt, hogy egy év múlva folytatjuk a háromszögek tanulását, addig mindenki gyártsa le magának a színusztáblázatot. Annak idején így működött a tudomány. Na hát, ugye Hipparchosról már beszéltünk. Hipparchosz kezdte a feltérképezést, és valamilyen érdekes módon visszatért Hipparchoshoz. Ő készítette az első csillagkatalógust, időszámításunk előtt 150 körül. Aztán Tycho és Kepler kortársai meg követői már ilyen nyomtatott csillagkatalógusokat készítettek. Ez egy Hevéliusnak a katalógusa 1660 körül. Ez csak a nagymedve, tehát általunk göncölszerként ismert csillagképnek, a csillagainak a pozíciója, meg mindenféle adata, fényessége, meg hasonlók vannak itt felsorolva, és aztán persze még van néhány csillagkép, óriási vastag könyvecskék voltak ezek, amikben az összes csillagot igyekeztek mind beleírogatni. Ez tehát csak a nagymedve. És aztán hirtelen információ robbanás volt, amikor az európaiak áthajóztak a déli félgörbe, és olyan új csillagképeket láttak a fejük fölött, amiket korábban még sose láttak, és akkor elkezdtek tobzódni, és elnevezték. Például a saját műszereikről. Így került az égre egy körző nevű csillagkép. Az északi éggömb az mindenféle görög istenekkel van teli, a déli égen meg ott van a szextáns, meg a körző, meg a róka, meg ilyen objektumok, és hát ilyen csodás rajzokat készítettek, aztán utána hazajöttek, és akkor lerajzolták a többieknek, akik nem látták, és azok, hú, hát mik is vannak a déli égen. Az egy külön izgalmas dolog, hogy a déli égen tényleg vannak olyan objektumok, amik az északi nincsenek, például a Magellán-felhők, és azt még külön el kellett magyarázni, hogy az egy olyan égi objektum, ami az északi félgömbön nincs. Most is az amatőr csillagászok, hogyha elég sok pénzt összeszednek maguknak, akkor elutaznak Namíbiába, és rettentő lelkesen mesélnek arról, hogy mit fényképeztek a déli éggömbön. És aztán utána felfedezték a távcsövet. És a távcsővel rengeteg új csillagot láttak ott is, ahol korábban nem. Tehát a fényes csillagok között sok halványabb csillag is meghúzódik, és akkor azokat is katalógusba lehetett venni, és azoknak is megvizsgálni a tulajdonságait. Amikor aztán felfedezték a fényképezést, és rászerelték a távcsövekre a fényképezőgépet, akkor már nem korlátozott az idő sem, az ember mereszti a szemét, és vagy látja, vagy nem, de a fényképezőgép akár órákig is nyitva lehet, és gyűjtheti a fotonokat, és akkor még sokkal halványabb objektumokat is lehetett fényképezni, még több csillag keletkezett. 19.-20. Században már részletes és pontos pozíciók készültek. Már készültek olyan csillagatlaszok, amiket nem kézzel rajzoltak, hanem fényképlapoknak a gyűjteménye volt. Az ég különböző részeit lefényképezték standard módon egyforma fotolemezre, egyforma expozíciós idővel, hogy az egyforma fényes csillagok egyformán látszanak, és ezeket aztán utána könyvben kiadták. Az eredeti üveglemezeket még őrzik valahol Amerikában, ahol például futott egy ilyen nagy program. Kialakultak például a csillagelnevezés szabályai, ezt is szabályozni kellett, amikor már több ezer vagy több tízezer csillagot ismertek, akkor már ugyanazt többen különböző módon elnevezték, hát akkor rendbe kellett azt is tenni, hogy lesen, megrajzolták a csillagképek határait. Addig mindenki tudja, ez itt kb. A nagymedve, az volt meg a kiskutya, hát akkor hol a határ? Itt a köztük felfedeztünk valami halvány csillagot, az melyikhez tartozik? Ezt egy nemzetközi egyezményben rögzítették, hogy hol is vannak a csillagképek határai. És aztán megérkezett a 20. század második fel, amikor fölküldték a műholdakat, amiket nem zavar a légkör, és amellett, hogy ezek az előbb már említett új hullámhoz tartományokban is működtek, amellett újra kezdték ezt a pozíciós csillagászatot is, tehát egyszerűen feltérképezték az égvoltot. És nem véletlenül Hipparchosról nevezték el azt a műholdat, amely néhány évig, 89 és 93 között nagyon pontosan és nagyon alaposan több mint 1 millió csillagnak vette föl a nagyon pontos pozícióját. Tehát azóta rettentően erős és pontos térképünk van, több mint 1 millió csillag, ez volt a Hipparchos szonda, és most
2013 óta kering ennek az utódja a Gaia műhold, amely több mint 1 milliárd csillagnak fogja fölvenni nagyon pontosan a pozícióját, tehát olyan térképünk lesz, olyan pontos térképünk lesz az égről, mint még korábban soha, ez itt a Gaia szonda. Na most ezek, amiket itt említettem, ezek mind a mi galaxisunkban levő csillagok. Tehát különálló csillagként csak azokat látjuk, amik a mi tejútrendszerünkben vannak, de mi már tudjuk, annak idején még nem tudták, hogy ezen túl még vannak galaxisok, majd nem sokára arról is lesz szó. Tehát ez még mind a mi tejútrendszerünknek a 100 milliárd csillagából 1 milliárd lesz feltérképezve néhány év múlva, és akkor még többi. És hát persze, itt kell megemlékezni arról, ami nem is létezik. Viszont mindenki nagy jelentőséget tulajdonít neki, tipikusan a nem létező dolgokkal nagyon sokat szoktak foglalkozni, ezek a csillagképek. Mit lát az ember az égen? Különálló pontokat. Mit képzel oda? Összekötő vonalakat, meg mindenféle alakzatokat. Hát íme itt például Orion a nagy vadász látható. Nem az látható, csak azt a pöttyöket látjuk, a vonalakat már úgy rajzolták oda. Én ezt inkább valami ráknak nézném, vagy robotnak, ami ott csaptok, de hát bizonyára ez a nagy vadász. Ez pedig egy oroszlán. Még valamennyire föl lehet ismerni, hogy ez itt a feje, de hogy ez mitől nagy medve. Ugye ez itt az általunk göncölszekérnek nevezett rész. Most valószínűleg ez a medve feje, az ember azt gondolná. Aztán megnézzünk egy olyan csillagtérképet, ahol a lelkes művészek berajzolták az állatot is. Én ezt kutyának nézném, vagy oroszlánnak, de ez a nagy medve. És amint látható, kicsit elfordítva, szóval a mi nagy göncölünk itt van valahogy benne, és ez a medve feje. Hát, akkor ez itt a medve farma. Az emberi fantázia határtalan. A göncölszekeret bizonyos népek vakolókarálnak nevezik, ahhoz jobban hasonlít, mint medvéhez. És hát ugye itt ha már odaírtam, hogy nagy medve, akkor így már fel lehet ismerni, de ez teljesen fantázia kérdése. Nézzük meg, hogy ugye itt vannak a csodás ábrák, ugye ez a Orion a nagy vadász. Hát most ugyanaz, mint az előbb volt, csak körbe rajzolták itt ott amott, hát Istenem, kutya van, vagy fordítva. A csillagképek ilyen értelemben teljesen értelmetlen dolgok, és akkor így van, itt van az, amit mutattam az előbb, hogy a déli félgömb egét aztán mindenféle szörnyekkel, meg műszerekkel, meg egyebekkel népesítették be, amikor oda mentek. Hát nézzünk meg, hogy mit látunk. Először is csillagképek olyan értelemben nem léteznek, hogy azok nem egybetartozó csillagok. A csillagok szanaszét vannak így a térben, itt a Föld, és egyik közel van, másik távol van, amit ugye magam elé tennék egy ilyen lemezt, és akkor amit itt látok, idevetítem, ami ott van, azt idevetítem, és akkor azon a lemezen egymás mellé kerülnek a térben egymástól óriási távolságra levő csillagok. Tehát mondjuk ez itt a kettő összetartozik, ezeknek egészen másféle rendszereket, de itt véletlenül a vetületük egymás mellé kerül. Mint amikor az ember fényképet készít, és akkor itt van itt áll egy pocok mellett egy távoli ház, és az biztos a pocok háza, valahogy így gondolja az ember. Hát körülbelül ilyen módon készülnek a csillagképek. Ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy a csillagok mozognak. Nem nagyon gyorsan, de hát lassú vízpartot most, és a csillagok elmozdulnak. Itt van a göncölszekér. Amerikában nem szokták meghúzni ezt a vonalat, mert hogy vakolókanálnak nézik. És akkor, ha megmértük, hogy hogyan mozognak ezek a csillagok, mindegyikhez berajzoltuk a vektoraikat az elmozdulásoknak, akkor kiszámolták, hogy 50 ezer év múlva hogy fog kinézni. Hát így fog kinézni, mert mindegyik csillag odébb megy. Hogyha valaki valamilyen alakzatot lát bele egy ilyen csillagképbe, az később már nem nagyon fogja belelátni, mert hát ez most már vakolókanálnak se nevezhető, hogy medvének nevezhető, az egy további kérdés. Jó, tehát ez a csillagképekkel a két alapvető probléma. Ha most például tegnap este 22:42-kor, amikor ezt a fóliát készítettem, az ember fölment a netre és rögzítette az akkori Budapestről látható eget, akkor ugye ez van. Mondjuk a ráírás az nem volt odai, vagy Hold meg Jupiter, de azt az ember fölnéz, azért föl lehet ismerni. Itt van Orion a nagy vadász, nem tudom mennyire látszik. Na most, hogyha azt mondom a gépnek, hogy közd össze vonalakkal, akkor nem tudom mennyire látszanak a kis piros vonalak.
piros vonalakkal össze vannak kötve, és akkor most megjelentek a csillagképek. Itt kanyarog valami hosszú, itt a göncölszekér, stb. Tehát akkor hirtelen úgy tűnik, mintha bizonyos csillagok összetartoznának. Aztán berajzoltuk a nemzetközi szabványnak megfelelően a csillagkép határait. Ez olyan, mint bizonyos amerikai államok, ott, ahol ilyen egyenes vonalak határolják a mesterségesen kirajzolt államokat. Hát az égen csupa ilyesmi van, kelet-nyugat és észak-dél irányú vonalak, időnként ilyen cakkosak, mert bizonyos csillagokat már korábban ehhez a csillagképhez rendeltek, és akkor úgy kellett meghúzni határokat, hogy oda tartozzon. Hát mindesetre ez egy ilyen furcsa égi rendszer. Arról nem is beszélve, hogy mivel a földtengelye mozog, ezért ezek az északdéli és keletnyugati vonalak egy idő után már nem lesznek északdéliek és keletnyugatiak, és akkor vagy újra rendezik, vagy nem tudom, miféle forradalmak történnek az égen. És hogyha most bele is írtuk azt, hogy melyik, miféle csillagkép, hát akkor megkapjuk azt, amit általában az ember csillagatlaszként szokott kapni, hogyha nem túlságosan részletesen akar tájékozódni az égen. Még egy érdemes egy vonalat berajzolni, ez a lila vonal, ez az ekliptika síkja. Az ekliptika, ugye az mi is arról beszéltünk, az a Földnek a nap körüli pályájának a síkja, és annak itt a körülöttünk látható éggömbön van egy vetülete, az egy körvonal, és azon a rajzon úgy jelenik meg, mint ez a lila vonal. Ez az ekliptika, nap is ezen megy körbe, hiszen ebben a síkban mozog, és azt szokták mondani, hogy a nap a kosházában van, meg ilyesmi, mert az ottani csillagképeknek a nevét szokták mondani. Figyelem, ez amellett, hogy az asztrológia teljes marhaság, amellett ez nagy tudományos teljesítmény, hogy rájöttek. Ugyanis nappal, amikor a napot látom, akkor nem látom, hogy ott milyen csillagok vannak. Rá kell jönni, hogy egy fél évvel később meg kell nézni az égnek azt a részét, és akkor kiokoskodhatom, hogy akkor egy fél évvel ezelőtt és egy fél év múlva a nap éppen azon a részen jár, ahol akkor éjjel látom az ilyen meg olyan csillagképet. Mert amikor a nap ott van, akkor nem látom. Itt jár körbe, és akkor az egyes hónapokba megy. Ezeket ennek a vonalnak a mentén elhelyezkedő csillagképeket nevezik állatövi csillagképnek, mert főleg állatok, mint például a vízönt, tömegszűz, mindegy, szóval, meg ikrek, szóval úgy tipikusan állatokról vannak elnevezve ezek a csillagképek, amik ennek a vonalnak a mentén vannak. Most persze ugye attól függ, hogy mikor készítjük a képet, ez változhat. Például ugyanezt a képet hajnalba is lehet rögzíteni, és ma hajnalban egy nagyon érdekes jelenség, nem tudom mennyire látszik, az öt szabad szemmel is látható bolygó egyszerre látszott az égen, a fenegye meg köd volt, és nem láttam belőle semmit, de ezt érdemes megnézegetni, holnap is, meg holnap után, meg ha véletlenül megjön egy hidegfront, és szépen kipucolja az eget, akkor érdemes hajnalba fölkelni, és kimenni az ég alá, és megnézni, hogy itt szépen sorba a Jupiter, a Mars, a Szaturnusz, a Vénusz és a Merkur helyezkedik el, olyankor kell oda menni, amikor a nap még nem kelt föl, és akkor szépen egy sorban látszanak. A Hold is odébb van, az már kicsit odébb van, de ő is ugyanennek ezen a vonalon helyezkedik el. Tehát a bolygók is rajta vannak, hiszen a sík, amelyben a Föld kering a nap körül, az nagyjából közelítőleg a többi bolygónak a keringésének is a síkját is jelenti. Tehát ilyen értelemben egy nagy körön állnak az égen, de az, hogy egyszerre mind az öt látszik, az a viszonylag ritkaság. Például ma hajnalban volt. Hogyha a Földről megnézzük, akkor ez a látvány. A nap még nem kelt föl, tehát valahol itt van, és akkor itt a Merkur, Vénusz, Szaturnusz, Mars és a Jupiter, meg még két fényes másik csillagot, amik nem bolygók, azokat is odarajzoltak. Azt hiszem, hogy kovboly vidék akar lenni, azt rajzolták alája. Jó, tehát ilyen érdekes dolgokat lehet látni, ez még körülbelül egy hónapig élvezhető, mindenkinek ajánlom, hogy hajnalonként tekintse meg ezt az eget, lábjegyzet, ha nincs köd vagy felhő. Az egész éggömbnek a csillagképekre való felosztása itt látható. Összesen körülbelül 3000 csillag az, ami szabad szemmel látható, ebből csak a legfényesebbek vannak berajzolva, és azokat kötögötték össze egy ilyen csillagképpé.
Na és akkor mostanáig arról beszéltünk, hogy a különböző irányokban nézünk, ott mit látunk. És ez kiderül, hogy bizonyos fénysugarak irányai változnak. Múlik az idő, és egyszer csak más látunk. Akkor az égboltot feltérképezték, időnként újra mérik a pozíciókat, az ember azt látja, hogy valamilyen adatok megváltoztak. Na most ezek a változások, ezek három okból következhetnek be. Vagy a forrás, a fényforrás, amiből jött a fény, az mozdul el, vagy érdekes módon a vevő, tehát a Föld mozog az égen, és ennek a mozgásának következtében is fellépnek bizonyos érdekes effektusok, majd mindjárt mutatom. És ami még cifrább, a vonatkoztatási rendszer, a koordináta rendszer is megváltozhat, ami szintén a Föld mozgásának egy másfajta következménye, és akkor az ember azt mondja, hogy ilyen meg ilyen pozícióban volt a csillag, és egy fél év, vagy néhány év múlva, vagy néhány száz év múlva már nem abban a pozícióban van, és nem azért, mert a csillag elmozdult, hanem mert a koordináta rendszert változtatták meg. Hát a nulladik dolog, amiről mindenki tud, és amit már ókoriak is ismertek, az, hogy a bolygók bolyonganak. Ugye az álló csillagok mellett voltak olyan bolygók, amik ide-oda mászkáltak. Gyűjtötték az adatokat, és készült egy tudományos magyarázat, egy geometriai modell. Ez volt a Ptolemaiosz-féle geocentrikus modell. Középen van a Föld, és e körül kering minden. Ugye itt kering a Hold, aztán a Vénusz, meg a Merkur, és a Nap is a Föld körül keringett, aztán kijebb a Jupiter, meg a Mars, meg a Jupiter, meg a Szaturnusz, erre már rárajzolták a Jupiternek a holdjait, ezt az ókoriak még nem ismerték, hogy a Jupiter holdjait Galilei fedezte föl 1609-ben, erre már berajzolták, mindesetre a Föld van középen. Ez egy tudományos modell, és ennek alapján számításokat lehet végezni, hogy például két különböző bolygó mikor esik egyenesbe, vagy egymáshoz közel, mikor kerülnek az égen. Ezek a rajzok, ezek mindig sík rajzok, de már a görögök is tudták, hogy nem pontosan egy síkban vannak a bolygók. Tehát amikor itt azt látnám, hogy ugyanarra van a Jupiter meg a Szaturnusz, akkor nem fedik elég egymást, hanem elmennek egymás fölött, mert egyiknek ez a síkja, a másiknak az a síkja. És azért csak ritkán következik be, hogy találkoznak. Ugyanígy a Hold meg a Nap sem fedik el minden hónapban egymást, hol alatta, hol fölötte megy el az új Hold a Napnak, és csak ritkán következik be például a napfogyatkozás. Ez még ehhez képest még sokkal cifrábbá és bonyolultabbá teszi a számításokat, de ezzel már a görögök megbirkóztak és meg tudták jósolni, hogy mikor lesznek a fogyatkozások. Mindenesetre ez egy rendes tudományos modell, összehasonlítják a megfigyelésekkel, és akkor csinálnak egy pontosabb, részletesebb modellt. Hát ezek a nevezetes epiciklóisok. A körök helyett azt mondták, hogy hát bocsánat, nem a bolygó megy a Föld körül, hanem egy nagy darab semmi, egy üres pont megy körbe, és a bolygó meg azt kerülgeti. Ezt meg lehet csinálni, lehet olyan modelleket készíteni, hogy itt egy rúd, és a rúdra egy csuklósan rá van erősítve egy másik rúd, és akkor az forog körbe, miközben körbe mozgatom, csak hát az égen ott nincsenek ilyen rudak, amikhez hozzá vannak erősítve a bolygók. Ráadásul több különböző módon meg lehet csinálni, hogy mekkora legyen ennek a körnek a sugara meg annak, lehet reprodukálni a mozgást, és ezzel ilyen furcsa pályákra lehet kényszeríteni a bolygókat. Hát ez már egy javított modell. Ezt is össze kell hasonlítani a tapasztalat. Így működik a tudományi modell, összehasonlítás, javított modell, és így tovább. Hát itt például már az epiciklóisokra rajzolt újabb epiciklóisok vannak. Ma azt mondanánk, hogy talán már ezt Fourier sorba fejtette az eget, de ők ezt még nem tudták, mert akkor még nem élt Fourier. Mindenesetre egyre bonyolult. A végén már 30-valahány epiciklust kellett egymásba rajzolgatni, és ennek alapján tudták elég nagy pontossággal megvalósítani a égi mozgások helyes leírását és megjóslását. Figyelem, amikor a Kopernikuszi modell felváltotta a Ptolemaiszot, akkor a Ptolemaiszi pontosabb volt. Tehát az új modell az durvább volt, övé volt a jövő, de azt is finomítani kellett, mert az első verziójában még nem tudta ennek a kifinomult szakos változatát, nem tudta produkálni. És ugye, ahogy ezt a számítógépnél az ember megtanulja, az ilyen forciklusokat addig kell ismételni, amíg még meleg, és amíg be nem konvergáltat, amíg a helyes eredményt nem adja. A
kopernikuszi forradalom első látása nem túl nagy különbség. Hát itt egy kopernikuszi modell, ugye annyi a különbség, hogy itt a Föld volt középen, itt meg a Nap van, de ugyanott vannak körülte a körök. Hát itt van egy kis diffi, hogy a Hold az továbbra is a Föld körül kering, de itt vannak a szép szabályos körök, és mind a kettőnek a szélén itt vannak körbe, egy legkülső szférára rakva az álló csillagok. Annak idején olyan számolások voltak, hogy az álló csillagok körülbelül 10-szer olyan messze vannak a Földtől, mint a Nap. Tehát az egész naprendszer egy nagy véges gömb, ott egy fal van, azon túl a Mennyország, vagy nem tudom mi a csoda van. Mindenesetre ott a vége az egész világnak, és ott vannak a csillagok. Ez egy ilyen kicsinke véges világ volt. Ezt a modellt Giordano Bruno változtatta meg, akit 1600-ban meg is égettek érte. Ő mondta azt, hogy összetörte ezt a kristályszférát, és ő mondta ki először azt, hogy a világ végtelen. Ugye, hogy lehet meghaladni ezt a ptolemaiszi modellt? Nem én vagyok a világ közepe. Mit mondott Kopernikusz? Hát mi más lehetne méltó arra, hogy a világ közepe legyen, mint a fényességes nap, a mindenség uralkodója, aki sugárlás, stb. Olyan személyi kultusz volt, hogy nap. Na most minden esetre ez egy ilyen középkori királyi hozzáállás volt. Bruno nem ezt mondta, ő demokratikus volt. Én nem vagyok a világ közepe, te sem vagy a világ közepe, ő sem a világ közepe. A világnak nincs közepe, a világ végtelen. Ő egy kicsit túlment a demokratizálásban, mert azt mondta, hogy minden csillagnak vannak bolygói, és mindegyiken vannak emberek. Mi már tudjuk, hogy kicsi zöld emberkék vannak ott, de ő ugyanolyanokra gondolt, mint mi. De most már tudjuk, hogy nagyon sok csillagnak vannak bolygói, de ezt nem olyan rég tudjuk, ez kb. 20 éve. Addig csak sejtettük. Mindenesetre ő vezette be a végterent, meg is égették érte. Most, amikor Einstein kitalálta azt, hogy a világ mégsem végtelen, annyival finomodott a kín, hogy most már nem akarták megégetni érte, csak meg akarták verni. Amikor a bolygók mozgását egyre finomabban írjuk, akkor ilyen csodálatos, szép, egyre bonyolultabb ábrák keletkeznek. Ez már térben próbálja bemutatni, hogy itt a bolygó pályákat, ez egy mechanikai modell, amit így ténylegesen elkészítettek lécekből, és hogy a síkok kicsit kiállnak, egyiket elfordították a másikhoz képest, rengeteg munkát fetszoltak bele, pedig mennyivel egyszerűbben ez számítógépen. Ugyanez a kopernikuszi modellnek a megfelelő színes leírása volt. No jó, hát ezek voltak a bolygók, amiről mindenki tudta, hogy bolyognak, de vannak másfajta mozgások is. Az első érdekes ilyen dolog a Jupiter holdjaival kapcsolatos kérdés. Rájött Galilei, ő fedezte föl, amikor megkapta és megépítette az első távcsövét, fölnézett az égre, egyszerre hirtelen rengeteg dolgot fedezett föl, fölfedezte, hogy a hold nem sajtból van, hanem hegyek vannak rajta, kőből van, mégse esik le, nagyon érdekes dolgot, észrevette, hogy a napon foltok vannak, pedig őt a tökéletességnek tekintették, és észrevette, hogy a Jupiter körül kis csillagok mozognak. Ez azért volt nagy fejlemény, mert addig azt mondták, hogy minden a Föld körül kering, íme a Jupiter körül is kering valami, hát akkor nem privilégium az, hogy mi körül keringje valami. Hát Galilei felfedezte a Jupiter holdjait, és rájött, hogy megfelelő periódusan mennek körbe a Jupiter körül. Ő a 60-valahány holdból, amit ma ismerünk, a 4 legfényesebbet fedezte fel. Tehát próbáljuk elképzelni, itt a Nap, ott megy körülött a Föld, ott egy messzebbi pályán megy a Jupiter. És akörül mondjuk berajzoltam az Io nevű holdat. Ez eddig rendben van, mindenki rendkívül boldog, és ki lehet számítani, hogy mikor hol keringenek. És akkor rájöttek, hogy nem stimmel. Hogy ezt egy órának is lehetne használni, itt megy körbe, mint egy óramutató megy az Io, de hol siet, hol késik. Ez nem jó óra. Akkor Newton már működött és próbálta összerakni a maga modellét, abból is az következik, hogy ennek szépen szabályosan kéne mozognia, de már hamarabb rájöttek, hogy nem stimmel ez a szerkétjű. Hát meg kéne magyarázni, hogy miért romlott el az óramű. És megmagyarázták. Tessék elképzelni, ott az Io és a Föld éppen a pályájának azon a részen jár, ahol közel van a Jupiterhez, akkor delta T egy idő alatt odaér a fény C sebességgel terjed, megteszi ezt a távolságot, tehát ezt a távolságot el kell osztani C-vel, megkapjuk, hogy mennyi idő alatt ér oda. Amikor pedig a Föld pályájának egy távolabbi pontján van, és ugyanoda nézünk, akkor hosszabb utat kell megtenni a fénynek, és ezért hosszabb idő kell.
Amikor megérkezik a Földre a fény, hát az jó néhány perccel tovább van. Most már tudjuk, hogy a földpálya átmérője mentén a fény 16 perc alatt kell át. Tehát, hogyha éppen úgy esik, hogy a legközelebb és a legtávolabbi pontot hasonlítjuk össze, akkor 16 perc különbség van a között. Jó, az megy úgy, ahogy kell neki, de amikor én meglátom, az egyszer korábban van, egyszer később van, és ez elég nagy diffi lehet, ezt bőven ki tudták mérni ezeket a perceket. És megfordítjuk. Ugye a fizikus, vagy a csillagász, vagy akkor még ez teljesen ugyanaz volt, az ilyen hibákat előnyére fordítja. Mit lehet ebből kiszámolni? Meg ki lehet számolni a fény sebességét. Meg tudom mérni, hogy mekkora az időkülönbség, tudom, hogy milyen messze van a Jupiter, és ebből ki lehet számítani. Olaf Römer volt az, aki ezt az elemzést elvégezte, és olyan 20% pontossággal megkapta azt az értéket a fénysebességére, amit mi ismerünk. Tehát ennek a durva óraműnek a pontatlanságából lehetett következtetni arra, hogy a fény nagy sebességgel, de véges sebességgel terjed, és meg is lehetett mérni. Ez volt az első fénysebességmérés. Ez itt Römernek a saját rajza, láthatóan az által rajzolt, hogy szőrösebb, mint amit én rajzoltam, körülbelül ugyanaz, és akkor az akkori euklideszi geometriai könyvekhez hasonlítva mindenféle pontok el vannak nevezve betűkkel, és a szövegben le voltak írva a számítások hozzá. Jó, tehát ez volt az első olyan effektus, ami abból adódott, hogy a fénynek a vevője, tehát nem a küldője, hanem a vevője mozog, és emiatt másképp érzékeli a fényt. És van egy másik érdekes dolog, ez pedig a megjósolt parallaxis. Amikor Kopernikus azt kezdte terjeszteni, hogy a Föld mozog és nem áll, akkor azt vetették ellene, és teljes joggal, hogyha én itt most mozgok, én azt az őszembert emögött a fiatalember mögött látom, de ha idébb megyek, akkor más mögött látom. Ha odébb megyek, akkor a távoli objektumoknak az egymáshoz képesti elhelyezkedése megváltozik. Ezt kéne látni az égen. A Föld mozog, akkor a csillagok egymáshoz képest átrendeződnek. Kinéz az ember a vonatablakon, és egyik fa takarja a másikat, aztán már a másik, vagy a harmadik fa takarja a másikat. Hát ez egy teljesen értelmes ellenvetés volt. Más irányba kéne látni a csillagokat. Rajzoljuk le, ott van a távoli csillag, ide nézünk, és hogyha a Föld átmegy a pályájának a másik oldalra, akkor másfele van. Hogyha a háttérben levő távoli csillagokhoz képest viszonyítjuk, hogy valamilyen égi koordinátorrendszer, akkor ez a két egyenes, ez valamekkora szöget zár be egymással, ott van egy delta szög, ezt meg lehet mérni, észre lehet venni, hogy nem ugyanott van a csillag egyik pontban, meg a másik pontban. És a Kopernikus híveinek volt egy nagyon frappáns válasza, igazad van, ez van. Csak az a delta szög az nagyon kicsi, olyan kicsi, hogy nem tudjuk megmérni. Azóta is minden fizikus ezt mondja. Ha valamilyen effektust hiányolnak, igen, adjatok sok pénzt, építünk pontosabb műszereket, és azzal majd megmérjük. Akkor mindenki elhallgat. Jó, tehát most is erről volt szó. Nem tudjuk megmérni, mert nagyon pici az effektus, de létezik, teljesen igazad van. De ez nem cáfolja azt, hogy a Föld kering. Gravitációs, az is így. Hát minden esetre ezt a delta szög roppant kicsi. És miután ugye Kopernikus 1500-as években tette fel az elméletét, az első pontos mérés 1838-ban volt. Bessel, akit, hogyha jöttök fizikusnak, akkor rengeteg Bessel egyenletet, meg függvényt, meg egyenlet fogtok tanulni, a csillagász fizikus matematikus volt, ő végezte az első pontos mérést, a csillag helyébe behelyettesítette a hattyú 61-es csillagot, és akkor megmérte a deltát, 0,72 szög másodperc. Figyelem, a Hold átmérője az égen, az, hogy mindenki elbírja képzelni, az fél fok, az 1800 szög másodperc. Tessék a Holdat felosztani 1800 kisebb részre, és akkor annak a 0,72 részét kell venni. Na, annyi volt a különbség, és ugye mit kell csinálni? Fölállítok egy távcsövet, és várok egy fél évig, odébb megy a Föld a másik oldal, és akkor egy kicsit el kell billenteni, ennyivel el kell billenteni a távcsövet, hát hogyha nem ment arrébb egy hintó, és nem rászta szét a távcsövet. Pontos mérés kell ehhez, hogy ezt egyáltalán ki lehessen mérni. Tényleg nagyon pici a szög. És
ebből meg tudta határozni, hogy milyen messze van. Tehát ezt a háromszöget akkor meg tudta szerkeszteni, és ahogy az iskolában az ember tanulja a háromszög szögeiből, stb. Ezt az alapvonalat ismerjük, ez az átmérő, ez 300 millió kilométer, és abból ki lehetett számítani, hogy milyen messze van a csillag. Tudtuk a fénysebességet, mai nyelven úgy lehet mondani, hogy 11 fényév. A mérés nem volt teljesen pontos, hogy neki kb. 9 fényév jött ki. Ennek alapján be is vezettek egy új csillagászati távolságegységet, a parszeket, hogyha olyan messzire megyünk, hogy ez a szakasz, a Föld-nap távolság pont egy szög másodpercnyinek látszik, akkor mondjuk, hogy egy parszek, parallaxis szekundum, ez a jelenség a parallaxus, egy parallaxis szekundumra van, hogyha ez az egész delta, ez kettő, tehát ennek a fele az egy szög másodperc. Miért nem világítasz? Jó, tehát hogyha itt rajzolom meg ezt a szöget, akkor ennek a felét kell kapni, az lenne egy szög másodperc. És ez kb. 3,26 fényév, és akik a szifiken edződtek, azok mind fényévben akarnak számolni, és csodálkoznak a csillagászok, miért parszekbe számolnak, mert a mérésekhez az illeszkedik legjobban. Na most ennek a mérésnek az előfeltétele a technika fejlődése. Ott ma is ez van, hogy mindig újabb meg újabb modern eszközök kellenek. Mi kellett ehhez? Csavar. Fel kellett találni a nagyon pontos csavarmenetet, azt a technikát, amivel olyan pontos csavarokat tudtak esztergálni, hogy ne lötyögjön a távcső. Tessék elképzelni, hogy az ember kézzel összerak egy ilyen izét, és akkor erre néz, arra néz, amara néz, hogy a csodába tudok én ilyen szögmásodperceket, vagy töredék szögmásodperceket mérni. Nagyon pontos mechanika kellett, fix rögzítés, reprodukálható fél év múlva ugyanúgy beállítható távcső. Ez a finom mechanikának az ipari forradalommal bekövetkező fejlődésnek a következménye, hogy ilyen méréseket egyáltalán el lehetett végezni. Enélkül szóba se jöhettek volna ezek a típusú mérések. No hát nézzük még, hogy mit lát ilyenkor az ember az égen. Ott van mondjuk egy viszonylag közeli csillag, és itt vannak a távoli csillagok, és ezt nézem hol innen, hol onnan, akkor egyszer ide látom, oda látom, tehát mondjuk itt, hogy Göncöl előtt, ezt a bizonyos közeli csillagot hol itt látom, hol ott látom, és ott látom mozogni. Persze nem csak egy-egy pontba kell fölvenni, hogyha folyamatosan venném, akkor azt látom, hogy egy kis ellipszisen mászkálod körbe-körbe. Ennek a mérete az attól függ, hogy milyen közel van hozzánk a csillag. Ami nagyon messze van, az nagyon pici kis ellipszisecskén fog mozogni, ami közel van, az nagyobbat fog így kirajzolni az égen. Tehát pontosan ennek az átmérőjét mérjük meg, szögben, és abból tudjuk kiszámítani a távolságát. A Földről kb. 100 parszekig, tehát kb. 300 fényévig tudunk ilyen méréseket végezni. Miért? Mert a légkörnek a reszketése, stb. Az a nagyon kis szögeknek a mérését lehetővé teszi. Föllőtték ezt a bizonyos Hipparchus-i szondát, azt már nem zavarja a légkör, és az ugyanezt a mérést végezte, tehát nem radarozta a csillagokat, hanem egyszerűen nagyon pontos szögmérést végzett az űrből, ahol az ő pályáját is finoman tudták elemezni, tudták, hogy hol van az űrben, hogy állnak hogy áll pontosan a távcsöve, és olyan pontosan tudott mérni, hogy ezzel már 1000 parszek távolságig tudott mérni, és itt vizsgálta meg azt a 1 millió csillagot, és vette föl ennek az adatot. A Gaia szonda már kb. 10.000 parszekig, tessék kiszámítani, az mekkora szöget jelent, a szög másodpercnek milyen piciny kis töredékét jelenti, hogy azt megmérjék, és persze, hogy azt elhiggyük azt az adatot, azt jelenti, hogy még annál is pontosabban kell mérni, hogy azok értékes tizedességekre, amit mérnek, és így fogja megmérni a galaxisnak az 1 milliárd csillagát. Most is mér. Még egy furcsa jelenség van, amiatt, hogy a Föld mozog. Tessék elkezdeni, áll az ember az esőbe, akkor így tartja az esőt. Ha futunk, akkor így szemmel kell tartani az esernyőt, mert úgy érezzük, mintha az első cseppek így ferdénesnének ránk. Hát valami hasonló a helyzet, áll egy távcső, és távoli csillagból így záporoznak ránk a fotonok, akkor beállítom egy bizonyos szögbe, de hogyha ez a távcső ez nem áll, hanem a mozgó földön van, akkor egy kicsit meg kell dönteni, mert más szögben érkeznek. Ezt másképp is le lehet rajzolni. Itt a távcső, megérkezik a fény, bejön a távcsőbe, de amíg a távcső tetejéről eljut az aljáig, itt ahol a másik lencse van, addig a Föld odébb viszi egy kicsit a távcsövet, és akkor már ebben a pozícióban lesz a távcső. Tehát ezért kell ennyien megdönteni, nem ebbe az irányba kell nézni, amerre a csillag igazából van,
hanem sréhen kell egy kicsit tartani a távcsövet, azért, hogy így végigfusson rajta, és éppen megfelelő időben ér. Ez a megdöntési szög, ez attól függ, hogy mekkora a Földnek a mozgási sebessége és a fénysebesség aránya. Na már tudjuk, hogy a Földnek a napkörüli keringési sebessége 30 km per szekundum, a fénysebesség meg 300 ezer km per szekundum, ennek a hányadosa egy tízezred, tehát ez a szög, amivel itt meg kell dönteni, ez egy tízezred, az megint nagyon kicsi, de mérhető. És ráadásul a Föld az körbe megy. Tehát amikor a napkörüli pályán egyszer erre megy, másikor arra megy, akkor hol erre kell dönteni, hol arra kell dönteni. Tehát megy körbe, és az összes csillagnál körözni kell a távcsővel, hogy ránézzünk, tehát egy fix irányhoz képest a csillagok körbe mennek. Figyelem, szemben az előző effektussal ez minden csillagra egyforma. Hiszen itt nem a csillag távolsága számít, hanem a fénysebesség meg a Föld sebességének a hányadosa. Ezért durván szólva mindegyik csillag ugyanakkora kört ír le az égen, míg a parallaxisnál mindegyik a távolságának megfelelő más-más módon mozgott. Ezt ezért már korábban kimérték, 1727-ben Bradley kimérte, itt vannak a rajzok, hogy hogy kell érteni ezt az égen. Ez volt az úgynevezett aberráció nevű jelenség. No és hát akkor eddig arról volt szó, hogy úgy látszik, hogy a csillagok nem ott vannak, de a csillagok igazából is mozognak. Mégpedig térben mozognak a Földhöz képest, és akkor az éggömbre vetítjük, akkor egyrészt látunk egy oldalirányú mozgást, meg van egy hozzánk közeledő mozgás. A közeledő mozgást nem lehet látni, de érdekes módon az sokkal könnyebben kimérhető. Mióta tudjuk, hogy van Doppler effektus, azért akkor a hozzánk közeledés és távolodás az egyszerűen a fénynek az analízisével, spektrum vizsgálatával kimérhető. Oldalirányban viszont mit kell csinálni? Várni, mint a görögök. Amíg a csillag odébb megy, újból lefényképezni, és nagyon pontosan megmérni, mennyit mozdult el az éggömbön. És ez, amiről az előbb már volt szó, hogy a csillagképek ideiglenes képződmények, mert oldalirányban elmozdulnak. És hát 50 ezer év alatt fog ennyit torzulni, hát ha megnézem 2 év múlva, akkor nem nagyon fog változni a gönszőszekér. 50 ezer évig kéne várni. A sugárirányú mozgás az könnyebben kimérhető. Na most ennek a saját mozgásnak az oka, viszont az, hogy a csillagok keringenek a tejútrendszerben. Nem álló csillagok. Itt a tejútrendszernek a rekonstruált képe. Itt van benne a nap. És a környezetünkben levő csillagoknál mindenkinek megrajzolom, hogy milyen irányba mozog. És ezt a napban ülve, naprendszerben ülve megpróbál megnézni. Egyik erre megy, másik arra megy, harmadik amarra megy. És az egymáshoz képest, egymás mögöttiek, egyik ez erre ment, a másik még arra megy. És akkor szétcsúsznak a látszólagos alakzatok. Mert ez itt ennek az oka, és plusz ráadásul ehhez járulnak még ilyen helyi kis rendellenességek, hogyha egy nagy tömegű csillag közelébe megy el a másik, akkor nem csak simán a tejútrendszerbeli keringését végzi, hanem egy kicsit még a gravitáció odébb is húzza, tehát mint amikor az autósok mennek az autópályán, és próbálnak itt jobbra-balra kicsit előzgetni, valami ilyen jellegű mozgás is még rárakodik erre a szabályos mozgásra. Ez a csillagok saját mozgása, hát a legközelebbi csillagok egyike az, amelyik a leggyorsabb. Úgy is hívják, hogy nyíl csillag, mert olyan gyorsan mozog, mint a nyíl. Hát mindjárt mutatom, hogy milyen gyorsan. Úgy hívják, hogy Barnard-féle nyíl csillag, ez egy vörös törpe 6 fényévre tőlünk. A naphoz képesti sebessége 143 km per szekundum. Mivel kell összehasonlítani? Nyilván nem az autók sebességével, hanem azzal, hogy a Földnek a nap körüli sebessége 30 km per szekundum. Tehát ez durván 5-ször gyorsabban megy a naprendszerhez képest. És a Ferdén megy, közeledik így, és az oldalirányú sebesség az 90 km per szekundum. Itt vannak a fényképek róla, az ott középen a Barnard-féle nyílt csillag, ez egy 1985-ös felvétel. Most évenként 10 szög másodpercet mozdul el, és nézni, 5 év alatt ennyit ment odébb, még 5 év. Lehet így mozit készíteni róla, elég gyakran le kell fényképezni. Tehát ez ténylegesen, ez egy csillagnak az elmozdulása. Hasonló, csak gyorsabb mozgásokat könnyű fényképezni, amikor a bolygókat vagy a kisbolygókat fényképezik a csillagászok, hát azok sokkal nagyobb mozgást végeznek, az üstökösökről nem is beszélve, de ez tényleg egy csillag, ami viszonylag gyorsan elmozdult az égen itt hozzánk képest.
Na és hát, hogyha bár arról volt, hogy az égbolt nem állandó, mert mozgás van rajta, akkor olyan jellegű mozgás is előfordulhat, hirtelen megjelenik egy új csillag. Ott, ahol nem volt semmi, hoppá. Annak idején ebből is nagy balhé volt, mert az okosok azt mondták, hogy ilyen nincs. Ugyan már. A kínaiak feljegyzéseiben ne voltak a újból meg újból megjelenő új csillagok, de hál' Istennek ezt Európában nem olvasták. Az a marha nagy szerencsénk, hogy a két nagy csillagász, Tycho és Kepler, akik kortársak voltak, mind a ketten láttak életükben egy-egy szupernovát, tehát egy hirtelen felrobbanó csillagot, ami itt a mi naprendszerünk, vagy tejútrendszerünkben volt, Tycho 1572-ben, meg 1604-ben látott. Ezek felrobbanó csillagok, és a gázfelhőjük maradványa ma is látható az égen, így néz ki az egyik, úgy néz ki a másik. Tehát ezek itt vannak, ők azt látták, hogy hirtelen ott, ahol nem volt csillagot, megjelent egy olyan fényes, hogy a nappali égen is látszott. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a kristályszférák és az örök égboltnak a tana eltűnjön, hát íme az égen megjelenhetnek teljesen új objektumok. Mi már tudjuk, hogy ezek nem újak voltak, csak halvány csillagok voltak, nem látszottak, akkor felrobbantak, akkor lettek hirtelen nagyon fényesek. Átlagosan egy tejútrendszerben a mai statisztikák szerint úgy 100 évenként 3-4 szupernova robban, de nagyon sok tejútrendszer van, tehát rengeteget lehet látni, a mi tejútrendszerünkben azóta nem volt. De volt az utolsó, akinek ilyenhez szerencséje vagy pekje volt. Ha túl közel lenne a Földhöz, akkor a sugárzás elpusztítaná a Földről az életet. Szóval a csillagászok azért imádkoznak, hogy legyen már egy szupernova, de ne túl közel és ne túl távol, hogy már jól meg lehessen figyelni, de azért ne égessen. Legutóbbi, hát azt jól megrendeltem, a kislányom 10 éves születésnapján robbant, neki rendeltem, csak ugye 170 ezer évvel ezelőtt kellett szólni, mert annyi időt ért ide a fény. Tehát 1987. február 23-án robbant a Magellán felhőbe, ez itt a Magellán felhő, ott benne látszik egy fényes pont, az a szupernova. És aztán később ilyen csodálatos képek készültek róla, a robbanás során kilőködött gázfelhő utolérte a csillagnak a korábbi hányatott sorsa során kisebb sebességgel kilökött gázfelhőket, és amikor utolérte, akkor felizzott, és ilyen csodálatos gyöngykoszorú lett belőle. Más hullámoszon fényképezve, ez egy röntgenben készült, akkor látszik ennek a bonyolult struktúrájának a gázfelhőnek, erről majd a következő előadása lesz, hogy mi világít röntgenben egy ilyen szupernova környéken. Mindenesetre volt a szupernovákról már külön egy előadás, hogy miféle mechanizmus robbantja fel a szupernovákat, ha valakit ez érdekel, ezt is meg lehet itt tekinteni. És akkor még van egy nagyon érdekes dolog, hogy az összes csillag elmozdul. Miért mozdul az összes csillag? Mert a koordinátarendszerünk változik. A Föld tengelye precesszál, ugye megszoktuk, hogy a Föld tengelye a sarkcsillagra mutat, de szép lassan megy körbe, 26 ezer év alatt körbe megy egy ilyen körön. Itt van a kép, hogy a különböző csillagképek közül, ez itt, amit mi most sarkcsillagnak hívunk, Polarisnak, most ide mutat a Földnek a tengelye, és itt van, hogy a időszámításon kezdetén, 2000 évvel ezelőtt, 9000 évvel ezelőtt, és 8000 év múlva hol lesz. Valamikor a Vega volt a sarkcsillag, ami most eléggé messze van a sarktól. Tehát a Földnek a tengelye, hogy az égen melyik csillagra mutat, az szép lassan körbe mászik 26 ezer év alatt. És mivel a Föld tengelyére merőleges sík, az a bizonyos ekliptika síkja. A Földnek a nap körüli keringésnek a síkja az fix, az ekliptika síkja változik, ezért a kettőnek a metszés vonala, ami a tavaszpontot kijelöli, ez is változik. Erről volt szó, hogy ez, amit már a görögök észrevettek, hogy szép lassan mozog, itt van az a bizonyos tavaszpont, a két síknek a metszete, ami elmozdul. A helyzet még egy kicsit bonyolultabb, ugyanis nem ilyen szép körön megy, hanem ilyen cifrából. Erre rárakodik még egy kicsi körözés, és tessék elképzelni, hogy ilyen módon mozog a Föld tengelye a csillagok között. Tehát ez itt nem egy kör, hanem ilyen cafrangos görbe. Ennek a mentén mászik. Most ezzel kapcsolatban szeretnék egy sztorit elmesélni. Az egyiptomiak kalandját a Föld tengelyével. Az egyiptomiak nagyon szerették a napot, íme a napisten imádásának az egyik képe. És azt is mindenki tudja, mert tanulták az iskolába, hogy egy csillag jelezte nekik
a Nílus áradását. Hát hogy tudnak a csillagok jelezni? Amikor a nap az mindig máskor kell, ezért más-más csillagokkal együtt kell. Itt az ábrán látszik, hogy ez itt a láthatár, éppen fölkelőben van a nap, és egy picit a láthatár fölött látszik ott egy csillag. Ezt az egyiptomiak úgy hívták, hogy Szótisz. Ezt a csillagot föl is írták, hogy a Szótisz nevű csillag kerése jelzi, és akkor tudták, hogy egy-két napon belül jön az áradás, tessék felkészülni a Nílussal kapcsolatos szántóvető meg egyéb munkákra. És mindenki tanulta, hogy a Szótisz az a mi Sirius nevű csillagunkkal. Azonos, itt van az éggömb, és ott van a Sirius csillag. Itt van Orion a nagyvadász, és nem messze van tőle Sirius, ez az északi éggömbnek a legfényesebb csillaga. Ezt tanult mindenki. Mindenki tudja, de rosszul tudjuk. Miért gondoljuk ezt? Mert hogy a Sirius július végén kell, ez egy planetáriumi rekonstrukció, de le lehet fényképezni Egyiptomba. Tényleg fel kell a Sirius, aztán jön az áradás. De 4000 évvel előtt az egyiptomiak a naptárokat csinálták, akkor egészen másképp állt a Földnek a tengelye. Marhára más felé mutatott, és akkor a Sirius fölkelte, meg a Nílus áradása között 4,5 hónap különbség volt. Lehet mondani, hogy jelzi, igen, hogy most fölkelt a Sirius, akkor 4,5 hónap múlva menjél gátat csinálni, de ez nem túlságosan praktikus dolog. Ezért az ember utána számol és megpróbálja kiszámolni, hogy 4000 éve mi is történt. Íme itt van Szalai Tamás, régi tanítványunk, aki fizikusként kezdte, aztán átment régésznek, és ott, amikor tanították neki az egyiptológiát, akkor feltette ezt a magától értetődő kérdést, hogy hát, mi van a precesszióval. Csodálatos bölcsész választ kapott. Ha ez az effektus létezni, akkor a 19. század nagy egyiptológusai már figyelembe vették volna. Akinek van bölcsész ismerőse, tudja, hogy így szoktak válaszolni. Szalai Tamás utána nézett, és kiderült, hogy tényleg utána nézett, valamilyen 19. századi egyiptológus gondolt erre, csak összekeverte a szögpercet a szögmásodperccel, és ezért azt mondta, hogy az effektus létezik, de elhanyagolható. Ő pedig kiszámolta, és kiderült, hogy a Sirius, hanem az Arcturus nevű csillag, ami azért láthatóan az éggömbön eléggé messze van tőle, ez volt annak idején. Ha az ember megkeresi itt a göncölszekér, a göncölszekér rúdját így ívben meg lehet hosszabbítani, és ott látunk egy csodálatosan szép fényes vörös óriást, az az Arcturus, hát úgy tessék, tavasszal az szokott először megjelenni, amikor sötétedik, fejünk fölött megjelenik az Arcturus, úgy tiszteljük, hogy ő az a csillag, amelyik az egyiptomiaknak jelezte a Nílusnak az áradását. Ez mind a Föld precessziójának a következménye. Már csak néhány dologról lesz szó. Miért pont a csillagokról beszélünk? Hát más is van az égen. Mi van még az égen? Hát vannak ilyen kis maszatok, homályos ködök. Ezek abban különböznek a csillagok, hogy nem pontszerűek, hanem valami foltok vannak. Volt egy neves francia csillagász, Messier, aki azt mondta, a csillagokat már látott. Eleget, gyűjtsük össze a ködöket. És leírta a pontos pozíciókat, lerajzolgatta őket, és csinált egy nagy katalógust, 103-ról, később mások kiegészítették 110-re, azóta is vitatkoznak, hogy az a 7, amit hozzátettek, az jogos, vagy elrongálta Messiernek a munkáját. Itt a katalógus, ezek persze nem az ő eredeti rajzai, hanem mai fotókat tettek be. Az ember azt mondja, hogy ez egy vegyes felvágott. Ma már tudjuk, hogy mi micsoda. Ebben vannak csillaghalmazok, nyílt halmazok, gömbhalmazok, vannak benne planetáris ködök, az egy csillag által kipöfögött gázfelhő, ami gyűrűszerűen tágul körülötte. Vannak szupernova maradványok, vannak porfelhők, gázfelhők, ezek mind a Mitejút rendszerünknek a részei. Tehát egy kis foltot látok az égen, ez viszonylag közel van az égen, és viszonylag kicsi. Hát csillagoknál jóval nagyobb, de azért lehet a méretét látni, de közel van. És van egy csomó olyan, ami úgynevezett extra galaxis. Mi az, hogy extra galaxis? A galaxis szó, ugye galaktika, az a Tejútnak a görög nevéből származik. Amikor egyes számba beszélünk, hogy a galaxis az a mi Tejút rendszerünket jelenti, amikor többes számba, akkor most már tudjuk, hogy van több galaxis. Régen ezt nem tudták. Azt hitték, hogy az összes csillag egy rendszernek a tagja, és az, hogy azon kívül van még valami, hát azért furcsa szó volt, azért nevezték extra galaxisnak. Ezek itten mindenféle extra galaxisok.
És hát mit kísérnek a galaxisok? Hát ezek pacák az égen. Sokáig vitatkoztak, hogy hát ha azok is a mi tejútrendszerünkben valami kisebb izék, foltok, felhők, porgömbök, mi történt? Hát az történt, hogy amikor elég nagy távsöveket építettek, akkor észre lehetett venni benne külön egyes csillagokat. És akkor kiderült, hogy nem valami kicsi közel, hanem valami nagy messze, amiben viszont különálló csillagok vannak. Íme például egy csillagvizsgáló fölött ott egy paca az égen, amit ugye közönségesen Androméda ködnek hívunk, és az első pontos távolságmérés az úgy történt, hogy pulzáló csillagok segítségével, arról majd lesz később szó, hogy a Cepheidae nevű pulzáló csillagokkal hogy lehet távolságot mérni. Tudjuk, hogy azok milyen fényesek, és abból, hogy milyen gyorsan pulzálnak, abból ki tudjuk számítani a fényességüket. Megmérték, hogy milyen messze van, és kiderült, hogy rettentően messze van, 1,5 millió fényévre jött ki. Le akartam rajzolni, nem sikerült pontosan, hogy az utóbbi 50 évben milyen gyorsan távolodott az Androméda köd. Amikor én először hallottam, akkor 1,2 millió fényévre volt, aztán másfélre, aztán kettőre, aztán 2,2-re, most 2,5-re. Nem ilyen gyorsan megy, újra számolták a csillagászok. Újra kalibrálták az egész eget, és ezért még a legközelebbi galaxis is egyre messzebb van. Most az Androméda ködöt úgy gondoljuk, hogy 2,5 millió fényévre van tőlünk, miközben a mi tejútrendszerünknek a nagysága 100 000 fényév nagyságú, tehát ahhoz képest 25-ször messzebb van. Hát hirtelen, amikor rájöttek arra, hogy vannak a galaxisok, akkor nagyon nagyra megnőtt a világegyetem ahhoz képest, amit korábban gondoltak. Ugyanúgy, mint amikor a naprendszer után észrevettük a távoli csillagokat, hogy nem 10 bolygó távolságra vannak, hanem sokkal-sokkal messzebb, amikor az első parallaxisokat kimérték, most az első galaxisoknak a felfedezése nagyon megnövelte a világot. Ugye itt az Androméda köd, nagyon sok és nagyon szép furcsa galaxis van, hát mindegyik másképp néz ki, és nagyon, nagyon szépek, ez ugye Sombrero galaxis például. Amikor már elég sokat ismertek, akkor osztályozták őket, ilyen kategóriákba sorolták őket, és aztán 1929-ben Hubble rájött arra, hogy a legtöbb galaxis távolodik tőlünk, mégpedig minél messzebb van, annál gyorsabban távolodik. Tehát a távolság az R távolsággal arányos a sebesség. Nevezetes Hubble törvény, ez itt pedig maga Hubble. A Hubble törvény volt a nagy boomnak, az univerzum kezdetének, az egész univerzum történetének, az elméletének az első közvetlen bizonyítéka. Ha még messzebbre nézünk, például nézzünk oda, ahol semmi sincs. Ezt úgy 20 éve csinálták ezt a mérést. Távcső időjére az emberek pályázni szoktak. Valami érdekes objektumot szeretnék nézni. A furcsán néztek rájuk, amikor azt mondták, hogy én a távcsővel oda akarok nézni, ahol semmi sincs. Egy se csillag, se galaxis, azt a semmit akarom néhány napon át fényképezni. Fényképezték, és ez jött ki. Az a semmi is tere van galaxisokkal, az a deep field, tehát a távoli, a mély eget nézték, nagyon mélyre, nagyon messzire néztek, sokáig kellett exponálni, mert nagyon kevés fény jön onnan, és ott is galaxisoknak a ezreit látták, és láthatóan nagyon változatos. Itt néhány fényes pont közöttek a közelebbi csillag, de közte ott vannak a távoli galaxisok. Egy másik hasonló felvétel, meg egy harmadik, ezen csak úgy nyüzsögnek a távoli galaxisok. Most a galaxisoknak az eloszlása nagyjából, nagyjából egyenletes, tehát hogyha kiszámítom a galaxis per köbfényév adatot, az kb. Ugyanaz, de azért mégsem véletlenszerű. Ez egy jellegzetes struktúra, ez Csabai Pista múltkor mutatta ezt az ábrát, ez a nagy galaxis számlálásnak és feltérképezésnek az egyik eredménye. Ez a csipkehálószerű szerkezet, fraktál szerkezet, amit már, amikor még nem voltak meg ezek a mérések, a 80-as években elkezdték keresni ennek a matematikai leírását. Szalai Sándor, aki itt az ELTE-n kezdett, és most Amerikában professzor, ő volt az, aki itt nálunk ezzel először kezdett foglalkozni, hogy milyen matematikai módon lehet megragadni azt a szabályosságot, amit az ember lát, hogy ez nem olyan, mint amikor egy kis kupacok nőnek egymás mellé, hanem ez a sajátos csipkézettség alakult ki itt a galaxisok között. Milyen módon lehet először leírni, hát aztán utána megmagyarázni, hogy mi hozta ezt létre. Mindenesetre, akit ez részletesebben érdekel, akkor a múltkori előadást, amit Csaba István tartott, azt ajánlom a figyelmébe, hogy hogy készült ez a háromdimenziós térkép, és milyen eredményei vannak. Na és akkor már csak erről kell beszélni, ami az elején volt, hogy az volt a feltevésünk, hogy a fény egyenesen jön. És akkor amerről jön a fény, arra van valami érdekes objektum. Na de a fény nem mindig jön egyenesen. Hát aki
lencsén átnézett, vagy a tábortűz fölött rezgő levegőn át látta ingadozni a mögötte levő alakokat, vagy fákat, hát azt tudja, hogy a fény az időnként bekanyarodik. Na tehát az űrben, ahol nincs semmi, ott miért csinál ilyeneket? Hát azért, mert a nagy tömegű testek a fényt is eltérítik. Itt van egy nagy tömegű test, csillagból elindult erre fel a fény, de ahelyett, hogy erre ment volna tovább, bekanyarodott, és itt megérkezett a Földre. Én azt látom, hogy innen jött, ezért úgy gondolom, hogy erre fele van a csillag, pedig nem ott van, hanem egészen másképp. Az ábra túloz, mert ez a szög, hogy mennyivel kanyarodott el ez a nap mellett, megint csak szög másodperc nagyságrendű. De hogyha nagyon nagy tömegű test mellett van, akkor nagyon el tud kanyarodni. A fekete lyuk meg egyéb, vagy a galaxisok halmaza mellett jelentős eltérülés lehet. Mi történhet ennek következtében? A pontszerű forrásokat egyszerűen pontszerűnek látom, csak nem ott, ahol vannak, hanem máshol látom. Kiterjedtebb objektumnak a képe torzul. Azt már föl észre lehet venni. Az ember mondjuk várna egy ilyen ováris galaxist, akkor ilyen krumpli alakú galaxist lát helyette, mert az egyik részéről jövő fény így kanyarodott, másik úgy kanyarodott, mint amikor egy ilyen olvat üveg darabon keresztül próbálunk olvasni, hát azt elég nehéz látni, ami mögötte van. Fény megjön, csak hát az alakzatok torzulnak el. Ezt az effektust Albert Einstein jósolta meg, 100 éve, most ünnepeltük az általános relativitás elméletnek a 100. évfordulát, 1915. novemberében készült el a relativitás elmélettel, és ennek az egyik következménye a nagyon vált gravitációs hullám, de maga ez az effektus is, hogy a fény elkanyarodik, ez akkor megvolt. Ez pedig Arthur Eddington, a nagy angol csillagász, aki elméleti és kísérleti csillagász is volt, és ő mérte meg egy napfogyatkozásnál, hogy hogy térültek el a fénysugarak a nap mellett. Nagyon egyszerű. Itt a nap, és a nap mellett jön a fény, és elkanyarodik. Csak hát nem látom, mert ott a nap. Ki kéne takarni a napot? Most vannak olyan űrszondák kint az űrben, egyszerűen van egy korong, ami a napot kitakarja, és mellette vidáman fényképez. Ezt itt a Földön nem lehet megcsinálni, mert a légkör szórja a fényt, és ezért a nap környékén nem látom. Hál' Istennek van nekünk egy nagy objektumunk, ami időnként udvariasan kitakarja a napot, hogy hívják, hogy hold. Akkor hol oda megy a nap elé és napfogyatkozás van, akkor szerencsénk van, akkor a csillagok jelennek meg a hold két oldalán. Le lehet őket fényképezni, meg lehet nézni, hogy hol vannak a fotolemezek. És meg lehet nézni fél év múlva, amikor nincs ott a nap, tehát éjszaka van, akkor is le lehet fényképezni. És innen itt vannak Eddingtonnak a felvételei. Egymásra van fényképezve az a kép, ami akkor készült, amikor a napfogyatkozás volt, és ami akkor készült, amikor nem volt ott a nap, és láthatóan szisztematikusan elcsúsztak egymáshoz képest a csillagok. Ezek megint nagyon pici kis különbségek, tehát mikroszkóppal kell kinagyítani a fotolemezről, de ebből, hogy mennyivel csúsztak el, ebből ki lehetett mérni az effektust, és ki lehetett deríteni, hogy Einsteinnek igaza volt. Tehát ezek az adatok, ezek, hogy mennyivel mentek odébb a csillagok, ezek igazolták, hogy tényleg elkanyarodik a fény a nagy tömegek mellett. Hát utána Einstein meg Eddington megbeszélték, hát nagyon örültek neki. Na most van egy csomó, azóta most már sok ilyesmit ismerünk. Itt lerajzolgatták. Van egy nagy galaxis halmaz. Mögötte egy távoli galaxis, és a fény innen is megkerüli, onnan is megkerüli, és akkor egyszerűen csak két képe. Ott látszik, hogy ugyanannak az objektumnak két képe jelenik meg a galaxis két oldalán. Már külön technikák vannak, hogy ilyeneket ki lehet elemezni. Ez egy olyan szuper kép, ahol ugyanannak a távoli objektumnak négy képe jelent meg. Tehát közben van egy ilyen nagy anyaghalmaz, galaxis halmaz, és egy mögötte levő objektumnak négy különböző sugáron érkező, négy különböző képe jelent, úgy hívják, hogy Einstein kereszt. Amikor éppen szemben van velünk, itt van az objektum, és mögötte jön, akkor minden irányból látjuk, és akkor egy majdnem szabályos gyűrűt lehet látni. Ehhez szerencse kell, de elég sok ilyet tudnak már fényképezni, ezt úgy hívják, hogy Einstein gyűrű. Ezek mind olyan effektusok, amikor a fény megérkezik, információt hoz, de pontosan az az információ, hogy nem egyenesen jött, és nem ott van az objektum, ahol látszik a képen. Itt ez egy újabb effektus, itt van középen egy nagy galaxis halmaz, mögötte vannak ezek a távoli galaxisok, és azoknak a képe ívvé torzul. Itt látszik, hogy ilyen íves lesz, és íme itt vannak a képek. Itt látszanak ezek a kis vékony vackok, ezek távoli galaxisoknak a ívesre torzított képei. Itt középen van egy nagy galaxis halmaz, és
és a mögötte levőknek a képe teljesen eltorzult. Itt is látszik, ezek eredetileg szép kerek galaxisok voltak, és ilyen csúffá torzult az ábrát. Tehát itt van egy ilyen félkész Einstein gyűrű, meg hasonló. Most már nagyon sok ilyet fényképeztek, tehát ez már mindennapi effektus, hogy látjuk, hogy ezek a gravitációs lencsék eltérítik a fényt. És akkor már csak a suszpoén van hátra, hogy amikor a fény nem jó irányból érkezik, akkor azt is láthatjuk, amit nem láthatunk. Mi az, amit nem lát, mi nem világít. Eddig arról volt szó, hogy azt néztük, ami az égen világít. Most azt kell megnézni, ami nem világít. Mi ez? Az univerzum anyagának egy jelentős része sötét anyag. Onnan tudjuk, hogy nem látjuk. De a gravitációs hatását érezzük, tehát ki tudják számítani, hogy például egy galaxis halmaz nem olyan lenne, már rég szétesett volna, ha nem lenne benne olyan anyag, aminek a gravitációja összetartja, csak az nem világít. Ki lehet számítani mindenféle bonyolult mérésekből, körülbelül mennyi. Na de hát jó lenne lefényképezni ezt a bizonyos sötét alakot, aki ott van, és ugye hát őt nem lehet lefényképezni, mert nem bocsát ki fényt. Csak a gravitációs hatása is lehető. De amiről eddig beszéltünk, az pont azt jelenti, hogy a gravitációs hatása hat a fényre. Nem az ő fényére, mert ő nem bocsát ki fényt, más objektumoknak a fényét eltéríti. Itt van a rajz, hogy középen itt van valami sötét anyagból való felhő, és a mögötte levő objektumnak eltéríti a fényét. Ilyesmiket látunk, mint amik az előző ábrákon voltak, csak középen nincs ott az objektum, aminek betudhatnám, hogy mit térített el. Hát nincs ott senki, hát akkor ő a sötét anyag. Logikus, hogy Sherlock Holmes mondta, ha mindent kizártunk, ami lehetetlen, akkor marad akármilyen valószínűtlen, marad a logikus magyarázat. Tehát ezzel az effektussal föl lehet térképezni a láthatatlan sötét anyagot. És utána, hát arra valók a számítógépek, hogyha már vannak adatok, azt akkor meg lehet jeleníteni grafikusan, tehát tudunk fényképet készíteni, tehát ezzel az effektussal, hogy eltéríti másnak a fényét, többet szelfit készít magáról a sötét anyag, és ezzel lebuktattuk. Itt van két olyan fotó, ahol pirossal jelölték a közönséges látható anyagot, tehát gázfelhőket, meg csillagokat tartalmazó objektumokat, a kék pedig a sötét anyag. Ezeket az ábrákat megpróbálom elmagyarázni. Ez két galaxis ütközése. A galaxisokat úgy képzeljük, hogy közönséges anyag plusz egy csomó sötét anyag, mentek így egymásnak, és középen a két galaxis hát ott elkezdett összeolvadni, a gázfelhők kavarognak, a csillagok egymás vonzásába kerültek minden, tehát ott úgy megtorpantak és töprengenek, hogy mit csinálnak, míg a sötét anyagfelhők vidáman tovább haladtak. Ennek a galaxisnak a sötét anyagfelhője már itt jár, ezért meg már ott. Tehát a két sötét anyagfelhő tovább ment, és akkor így szét, olyan, mint amikor hirtelen megállítom a tojást, a sárgája még megy egy darabig. Érezni? Tehát akkor addig úgy egyensúlyban levő anyag hirtelen szétzöttyen, és akkor így külön vált a sötét anyag meg a világító anyag. A másik ábra viszont egy galaxis halmaz látható, és itt középen, ahol viszonylag kevés a galaxis, ott van egy csomó sötét anyag, és durván ennek a gravitációs vonzása tartja össze az egész objektumot. Jó? Mind a kettő esetben az történt, hogy ami kék, azt nem fényképezték, hanem a mögötte levő galaxisoknak, a érkezett fényének az eltérítéséből számítógéppel rekonstruálták, hogy hol és milyen sűrűséggel helyezkedik el a sötét anyag. Tehát így tudjuk a fénnyel azt is fényképezni, ami maga nem világít. Íben itt van a számítógépes modellek arra, hogy maga a sötét anyag hogy osztik el, tehát így szálas szerkezetben. Hoppá! Ez viszont a Sloan Digital Sky Survey-nek a képe arról, hogy hogy osztik el a látható anyag. Ezek úgy hasonlítanak, és az ember azt gondolja, hogy talán lehetséges, hogy a sötét anyag, amiből jóval több van, mint a láthatóval, annak a belső dinamikája alakítja valami szálas struktúrát, és arra valahogy úgy lecsapódik az anyag. Mindig szoktak mondani egy ilyen csodás hasonlatot, a pókhálók nagyon vékonyak ahhoz, hogy az ember észrevegye, de amikor eső után sétál az ember az erdőben, akkor csodálatosan ragyognak a pókhálók, mert ragad rá egy-egy esőcsepp, és abban aztán a frissen kisütött napocska tükröződik, vagy csillog, és akkor kirajzolja a pókhálót, ami önmagában nem látható, de az esőcseppek kirajzolják. Hát a látható anyag, hogyha a sötét anyag vonzásába kerül, akkor ugyanolyan struktúrát alakít. Van itt még néhány ehhez hasonló ábra,
és íme még egy ilyen rekonstrukció, ez a sötét anyagnak az eloszlása. Látszik, hogy bizonyos helyeken besűrűsödik. Azt is modellezték, hogy ha ez kölcsönhatásba kerül a közönséges anyaggal, itt a piros a sötét anyag, és a sárgák azok pedig a csillagokból álló, vagy ilyen galaxis, ugye ez nagy lépték, tehát egy ilyen kis vacak az egy galaxis. És ezt össze lehet hasonlítani a valódi képekkel, íme itt van egy sok galaxis tartalmazó része az égnek, ennek a struktúrája erőteljesen hasonlít, mindenféle matematikai módszerekkel össze lehet hasonlítani ezt a kettőt. Ez egy élő elmélet, és valószínűleg igaz lesz, majd a következő években, évtizedekben kiderül, hogy vajon tényleg igaz-e az, hogy a sötét anyagnak a szálas szerkezete alakítja ki azt, amit a galaxisoknak a nem triviális elosztásában ezt a fraktálszerű, csipkeszerű hálózatot látunk. Ezt a nem látható anyag alakítja ki, és akkor így a fényes és a fénytelen látható és a láthatatlannak a érdekes kölcsönhatását észlelhetjük. És már csak egy kérdés maradt hátra, hogy miért is világítanak a csillagok? És miért fényesebb az egyik, mint a másik? Hát a fényerességről is lenne szó, eddig csak az irányról beszéltem. Mi határozza meg a csillagok színét? Hát a spektrumról is kéne beszélni. Hogyan tudjuk kiolvasni a csillagoknak az anyagi összetételét, meg a, hogy nem csak a csillagok világítanak, hanem a szupernovák, és meg a mágneses tér, meg egyebek? Ezekről lesz majd szó az előadás második részében, szeptemberben. És köszönöm szépen a figyelmet!